Szeretettel köszöntök mindenkit, és az a helyzet, hogy ez egy eléggé rendkívüli időpont, nem tudom, hogy érzékeljük-e, tehát kicsit olyan ebéd utáni, délutáni, olyan napsütéses, kicsit olyan őszbehajló, és ilyenkor általában az ember úgy összeszokott szedni olyan dolgokat, emlékeket, élményeket, tapasztalatokat, amit egy ilyen képzeletbeli bárkába tényleg el tudna indítani magából a túlsó partra is. Hát az, ami itt Pilisszánton történik az utóbbi néhány évben, elsősorban akár polgármester, akár nem, Szőnyi József Pilisszántó polgármestere. Azért ez egy nagyon szép és dicsőséges dolog, hogy teljesen mindegy, hogy ő éppen hivatalban vagy éppen nincsen hivatalban, ő a par excellence polgármestere Pilisszántónak. És amikor itt elkezdődött Pilisszánton valami szellemi élet, akkor ő ebbe tényleg a legfontosabb hajtóerőt képviselte, és hát nem szabad megfeledkezni Árva Vincéről sem, és nem szabad megfeledkezni arról a nagy álomról, ami aztán Szőnyi József ihletéséből Makóec Imre és Örfi József tehetségéből megvalósult. Ez a híres, titokzatos, most már lassan zarándok helyé váló templom, amit érdekes módon, hát nem érdekes módon, hát mondjuk egy ilyen építész, mint Makóec Imre nyilvánvaló módon azért minden épületet, minden építményt gyermekének fog tekinteni. És hát itt Örfi József, mint tanítvány, nagy munkát végzett, de én olvastam egy-két interjút Makóec Imrétől, és ő nagyon fontosnak tartja. Tehát saját életművén belül, pályafutásán belül valami egészen különös fontosságot tulajdonít ennek a templomnak. És hát ha az ember keresi most már Pilisszántó vonatkozásában a pálos rend helyét, akkor első pillanatra az ember azt tudja mondani, hogy a Pilisen belül. Tehát innentől kezdve én már úgy különösebb hely meghatározásra nem vállalkozok, és megmondom őszintén, hogy most még ilyen szakaszába a pilisi helytörténeti kutatások szintjén még nem is tartom én ezt különösebben fontosnak. Maga a Pilis területe, hát itt kimegyünk a temetőbe, már ott van egy középkori, nagy valószínűség szerint templomot is sejtő terület. Hát maga Pilisszántó, minthogyha egy rég elsüllyedt város tetejére épült volna rá, tehát itt bárhol, bármikor erről a területről, innen a mélyből tényleg olyan csodák kerülhetnek elő, ezt majd meg kell érdemelnünk. Tehát tudni kell azt, hogy a múlt mindig annyit ad egy nemzedéknek magából, mondjuk a föld alatti tartományokból, amennyi lehet, hogy maga az a nemzedék nem érdemli meg egyébként, de a nemzetnek a tájékozódásához ezek a támpontok hihetetlenül szükségesek. Egy biztos, mondjuk a Pilisszántói kő előkerülésével mi megint csak ajándékot, megint csak utat kaptunk, és lehetőséget. Na most, ha egy nemzet viszont nem tud élni a lehetőségekkel, akkor nem nehéz belátni, hogy ennek megvannak a maga jól belátható következményei. Tehát meg kell tanulnunk végre azt, hogy a múlt ajándékait itt a jelenbe, a jövő érdekében megbecsüljük. És ez hihetetlenül fontos jelenség. Magán a pálos renden belül pedig mindig volt egy olyan törekvés, ami egyszerre szolgálta az időt oly formán, hogy az időnek azt a hármas természetét, a múlt, jelentés, a jövendőt egyenértékű fontosságúnak tekintették, de pontosan tudták, hogy ami a jelenben valósul, ami a jövőben lesz, az a múltból táplálkozik. Tehát ha valaki nem becsüli meg a múltat, nem már tudnia, hogy saját magát se becsüli meg. Hiszen ha én megkérdezem azt jelen pillanatban, ez egy klasszikus kérdés, hogy ez a mondat, ami most elhangzik,
és mondjuk én egy ilyen erőteljes ponttal nyomatékosítom, és felteszem a kérdést, hogy ez a nyomatékosító pillanat, a pont, most pontosan hol helyezkedik el az idő folyamában? Most a hármas időre gondoljunk, a múltra, jelenre, jövőre. Kiderül, hogy amennyire mi arra gondolunk, hogy a jelenben van, tetszik, nem tetszik, ez már réges rég, csak nagyon közeli réges rég, a múltunkhoz tartozik. Hát József Attila sokkal szebben fogalmazza meg, és hatalmas nagy időtávlatba, Dunánál című versébe, hogy én úgy vagyok, hogy 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Na most tudni kell azt, hogy amit meglátunk hirtelen, annak az eredője, annak a gyökere, annak a fénytermészete, annak az élete, a valósága, az igazsága, az a múltban gyökeredzik. És aki a múltat végképp el akarja törölni, vagy mondjuk azt hirdeti, hogy ez nem fontos, nyugodtan javasolhatjuk neki, hogy tudod mit? Ha nem fontos, kezd a saját múltaddal. Na most, hogyha ő ezt komolyan veszi, akkor innentől kezdve az ajánlatot nem szabad viszont erősíteni, mert egy emberi élet múltjának eltörlése, múltat végképp eltörölni, az azt jelenti, hogy az az ember ott meghalt. Tehát ezért nem szabad felelőtlenül, ezek nem is jelszavak, mert a jel és a szó az két gyönyörű szó összetételéből származik, Molnár V. József szakkifejezésével élve szlogenek. Na most, ha nemzedékek szlogenekben gondolkoznak, akkor megint csak nem nehéz kitalálni, hogy nem kívül vannak a bajok, hanem belül leselkednek ránk. És hát végeredményben most már ténylegesen a pálos rend útjára rátérve, a pálos rendnek nagyon sok mindent lehet köszönni, leginkább azt a csodát, mert az ténylegesen csoda, hogy a múltat soha nem voltak hajlandók elfelejteni. És a jelenbe mindig a múltat jelent jövőt szolgálták. Most néhány idézetet azért megpróbálok felolvasni. Az egyik Mátyás királytól származik, hát koronázásának akartam már én is beleesek néha ebbe a hibába, tehát királlyá választásának 550. évfordulója van, hiszen 1458-ban választották Magyarország királyává, viszont megkoronázni nem tudták, hát ezért mondjuk azt, hogy királlyá választásának évfordulója van, mert a magyar szent koronát akkor hát éppen ellopták. Hogy kik lopták el, ilyen dolgokat azért nem szabad, vagy nem illik feszegetni, mert akik akkor loptak, ugyanazok lopnak most is. Tehát az akkori hatalom, amelyre gyanakodni lehet, a háttérben a Fugger bankház állt. Most a Fugger bankház és a Világbank, hogy úgy mondjam, az ugyanahhoz a konglomerátumhoz tartozik, csak hogy itt a háttérben még van egy királynak nem mondható, de hát hatalomra került família, Habsburgok. Na most Habsburg Albert özvegye, Habsburg Frigyes és Cillei Ulrik biztatására 1440-ben a magyar szent koronát kilopják Magyarországról. És hát Mátyásnak majd 1463-ra valami hihetetlen áldozatokba kerül, hogy a magyar szent koronát vissza tudja váltani. Minden esetre 1458-ban őt a Duna jegén királlyá választják, és hát pályafutása az gyakorlatilag akár az oklevelei alapján is nagyon szépen nyomon követhetők volnának, hogyha a kutatás mondjuk kicsit határozottabb, hogy úgy mondjam, nyomkövetési módot választana. Az egyik levélben a következőket írja. Az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember, az nem egyéb, mint Isten szolgálata. Na most ez azért nagyon tanulságos ez a megfogalmazás, mert érdekes módon az a kor még nem ismeri azt az internacionalista eszmerendszert, hogy hát mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és hogy melyik nép szülöttei, az viszont nem számít.
Igenis számít, hogy ki hova születik, mely nép, hogy úgy mondjam, kebeléből lép ki ebbe a világba, hiszen az emberségét egy olyan útra való révén fogja majd gyakorolni és kibontani, amit őseitől kapott. És ha valakinek mondjuk az ősei rendelkeznek egészen másfajta származási vonulattal is, mint mondjuk éppen az az ország, ahol az ember él, ebben önmagában soha semmilyen időben nem volt baj. Gondoljuk végig, hogy a magyar történelem egészen egyszerűen nem csinált belőle kérdést, hogy ki milyen származású. És aki ilyen kérdéseket szít, nem árt tudni, akár milyen oldalról teszi, egy biztos, sem népének, sem az emberiségének ügyét nem fogja kellő méltósággal szolgálni. Na most a pálos renden belül viszont megjelennek olyan vonulatok, amelyek a magyarság sorsát és a pálos rend küldetését, sorsát és életét teljesen egylényegűnek tekintik. Na most ezt bizonyítja az az idézet, amit már az indulás tájékán megfogalmaznak, aztán különféle változatokba a pálos atyák évszázadokon keresztül tovább fogalmazzák. Te is, Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani. Na most nem nehéz kitalálni, hogy azért a világ történelemben és a kereszténység történelmében olyan nagyon sok szerzetesre nem bukkant fel, amelynek élet története és egy ország és egy nép és nemzet élete ennyire szorosan összetartozott volna. És ezt megerősíti az a megint csak méltán híres idézet, ami Pázmány Péter idejéből származik, és hát az első időkben Pázmány Péter nem nagyon kedvelte a pálosokat. És amikor aztán ő esztergomi érsek lesz, és hát tudni való az, hogy a pálosok elleni akna munka az minden időben, hát legalábbis minden időben, itt azért pontatlan a megfogalmazás, de úgy 1541 óta valami hihetetlen erővel mutatkozik, meg ez Buda eleste. Mondhatnám azt, hogy 1526 óta, Mohácsi vész óta, de egy biztos, itt inkább Buda eleste az a dátum, ami aztán a magyar történelemre a végzett pecsétjét hatalmas erővel rányomja. És innentől kezdve a pálos rendet minden áron megpróbálják kívülről, belülről felmorzsolni, beszüntetni, felszámolni, mert ez a titokzatos és megfoghatatlan, különleges egybeesés, amit aztán Árva Vince nemes egyszerűséggel úgy szokott megfogalmazni, ha van pálos rend, van Magyarország, ha nincs pálos rend, nincs Magyarország. Ez azért egy kicsi sommás megfogalmazás, de valahol a lényegre mégiscsak rávilágít. Hiszen nagyon egy lényegűnek tekintették az ország, a nemzet és az emberiség sorsával a pálos rend létét vagy nem létét. És Pázmány Péter, hát ő jezsuita nevelésben részesült, és nem mondom azt, hogy jaj annak, akiket jezsuiták nevelnek, de hát a jezsuita rend az mindig is bevallotta magáról, hogy a nagyegyházon belül egy olyan szerepet tölt be, mint mondjuk egy állam életén belül a titkosszolgálat. És ezt a szerepüket felsőbb szinten a nagyegyházon belül mind a mai napig megtartották. Na most nem is ez a lényeg, mert Magyarországon általában egy ferences rend egészen máshogy működött, létezett, cselekedett, mint Magyarországon kívül. Magyarországon a domonkos rend egészen máshogy létezett, tevékenykedett, mint Magyarországon kívül. Tehát ha én megkérdezem azt, hogy Szent Ferenc azt a ferences rendet álmodta-e meg, ami Magyarországon kívül az inkvizíció, hát nem bajnoka, hanem félelmetes demiurgosza lett, vagy a domonkos rendet domonkos azért álmodta meg, hogy inkvizíciós rend legyen. Hát nem nehéz kitalálni, azért álmodták meg az alapítók ezeket a rendeket, hogy úgy működjenek, ahogy a magyarok működtették, léteztették őket Magyarországon. Na most a jezsuitákkal ugyanez a helyzet. Tehát ha én megnézem mondjuk a jezsuita rend történetét, hogy Magyarországon
mit képviseltek, és megnézem a Kárpát-medencén kívül, mintha nem is ugyanarról a rendről van szó. Például a jezsuita irodalom ugye a 17.-18. században Magyarországon az irodalmi szinten, a történelmi szinten és a magyarság sorsának szintjén Attila király találta a legfontosabb történelmi szereplőnek. Tehát a jezsuita történetírásban, magyar nyelvű vagy latin nyelvű történetírásban Attila király valami hihetetlen magaslatra szökik fel. Most ehhez képest ma kérdezzünk meg egy esztergom budapesti érseket, hogy mit tud Attila királyról. Tehát itt vannak a döccenők és itt vannak a hatalmas nagy bajok. Minden esetre Pázmány Péternél beárulták a pálos rendet. Mondván a mondatok azok kísértetiesen a mai kort idézik, hogy a pálos rend az anyagi javadalmakat úgy kezeli, egyrészt nem lehet nyomon követni, hogy mi folyik be hozzájuk, másrészt nem nagyon lehet tudni, hogy a hozzájuk befolyt anyagi javadalmakat mire használják fel, és hát nagy valószínűség szerint itt brutális anyagi visszaélésekkel lehet számolni. Na most a hiszékenységnek megvan a maga menetrendje, Pázmány Péter először elhitte mindezt. Azon nyomban tárcsázza Rómát, persze idézőjelbe, és megkezdi az eljárást a pálos rend ellen. És egyszer csak csuda tudja, hogy hogyan felnyílik a szeme. És rádöbben arra, hogy tulajdonképpen a pálos rend tiszta, a bécsi titkos rendőrség viszont sunyi. És hihetetlenül sunyi. Na most ezt azért kellett elmondani, ezt a történetét Pázmány Péternek, hogy érzékeljük azt a pálfordulást, ami a pálos rend megítélésében, mondjuk az ő életében végbe ment. És aztán ez a Pázmány Péter, aki a pálos rendet fel akarta számoltatni, amikor még nem látott tisztán, és ezért erőket is megmozdított, tehát ezért csoda, hogy megtörtént ez a belső fordulat az ő életében, és innen lehet tudni, hogy ő mégiscsak nagy ember. Szó szerint korának egyik óriása volt. Hát az a magyar nyelvű irodalom területén ő tényleg maradandót alkotott. És ő fogalmazza meg azt a megint hihetetlenül sokat emlegetett tételt, hogyha valaki Magyarország sorsos állapotára kíváncsi, tekintse meg a pálos rendet. Ha a pálos rend virágzik, tudja meg mindenki, hogy az országnak jól vagyon dolga, rendben vagyon szénája. Na most mindezt azért szerettem volna ilyen érzékletesen elmondani, ha amennyire ez érzékletesre sikeredett, hogy érzékeljük azt, hogy a pálos rend tényleg egyáltalán a léte, az, hogy éppen abban a történelmi helyzetben milyen helyzetben van, olyan, mint egy hőmérő mondjuk, egy kórházi osztályon belül. Tehát lehet tudni, hogy éppen lázas a nemzet, lázas az emberiség, beteg az ember, beteg az emberiség, és mindez attól függ, hogy a pálos renddel mi a helyzet. Most nem nehéz kitalálni a mai pálos renddel, hát azt kell mondani, hogy a betegek egészségesebbnek tűnnek sajnos, mint maga a magyarországi pálos rend jelen pillanatban. És lehet, hogy ez egy nem túl szimpatikus megállapítás, de hát jelen pillanatban semmi olyan nyomát nem találjuk a rendi életen belül, ami méltó lenne a Boldog Özséb által alapított pálos rendhez. Majd, ha a jelek meglesznek, örvendeni fogok, és úgy tűnik, hogy most jelen pillanatban a pálos rend nem is a magyarországi pálos renden belül, hanem a magyarságon belül, a nemzeten belül folytatódik. És érdekes módon ez a fajta igézet és csoda megint csak nem tűri a ilyen hovatartozási, népnemzeti hovatartozási kérdéseket és bonyodalmakat. Mert a pálos rendnek a lelkülete az pontosan úgy mutatkozik meg, ahogy megmutatkozik mondjuk a Szent Istváni Magyarországnak az összképe a magyarság és az emberiség vonatkozásában. Senki nincs kizárva, mindenki be van fogadva, és igenis itt együttes akaraterővel csodákat lehet tenni.
és aki beugrik a szítóknak akármilyen oldalról, nem már tudni, hogy a szitkokat és nem az áldásokat fogja képviselni. Az emberiségnek éppen elegendő baja van ahhoz, hogy mi itt a Kárpát-medencén belül észhez térjünk. Méltóztassunk észhez térni, hiszen a Kárpát-medence hatalmas, és a Kárpát-medencén belül vannak népek. És ezek a népek egymásra vannak utalva. Tetszik, nem tetszik. Akármit képzelnek egymásról, akármit mondanak egymásról, egymásra vannak utalva, mintha egy viharos tengeren egy hajóba ülnénk. Most viharos tengeren, egy hajóba csücsülve, utazgatva, egymásra fenekedni, hát ez gondolom érzékeljük, ez annyira méltatlan a viharos tengerhez, a hajóhoz és az emberiséghez, hogy valami hihetetlen. Hangsúlyozom, akármilyen irányból jönnek a hullámoknak a felkorbácsoló erői. Na most, magán a pálos renden belül, tehát most már elindulunk szépen az alapításnak az irányából. Hát itt nagyon sok előadás történt, az a helyzet, hogy némelyik előadást úgy elméletileg úgy nagyjából úgy sejtem, hogy miről lehetett szó, némelyikről fogalmam nincs, hogy miről lehet szó. Tehát azt kell mondani, hogy jelen esetben, amit úgy, hát én a pálos renddel ugye a 90-es évek derekán kezdtem el ismerkedni. Tehát én azt tudom mondani, amit eddig is mondani tudtam. Tehát, hogyha vannak áthallások, akkor ilyen az élet. Aki a pálos rend történetével foglalkozik, bizonyos dolgokat nyilvánvaló módon észre fog venni. Na most magát a pálos rendet viszont miért nehéz a maga fényében, nagyságában, mondjuk mai körülmények közepette újra alapítani? Erre nagyon egyszerű a válasz, mert a pálos rend nem olyan típusú szerzetes rend volt, mint a premontrei, a ciszterci, vagy éppen mondjuk a emlegetett domonkos vagy ferences, hogy az ismertebb szerzetes rendeket említsük. Tehát tulajdonképpen a pálos rendbe a szó szokásos értelmében belépni bizonyos időkben nem lehetett. Tehát valaki vagy méltóvá vált rá, hogy a pálos rend tagja lehessen, vagy akármilyen csinos, jókiállású, daliás ember volt, vagy akármilyen jól tudott mondjuk bizonyos dolgokkal gazdálkodni, vagy akármilyen tehetsége volt, ha nem volt méltó, nem került be a pálos rendre. Na most viszont az, hogy a méltóság itt mit jelent, tehát mondjuk makulátlan, mondjuk elmegy az akkori hivatalhoz és erkölcsi bizonyítványt kér, hogy kérem szépen, én be akarok lépni a pálos rendbe, állítsák ki az erkölcsi bizonyítványt. Most nyilván ez egy kicsit abszurd hasonlat volt, de itt jönnek az óriási figyelmeztetések. Az erkölcsi élet alap, de ha az erkölcsi élet hiteles, akkor az hatalmas nagy erőkhöz ad nekünk kulcsot. Tehát ez azt jelenti, hogy az erkölcsi alap, az ténylegesen alap volt, és erre kellett építkezni. És maga az épület a pálos renden belül egy beavatási szertartás keretében mutatkozott meg. Ennek a lényege az volt, hogy aki beavatott, az a pálos rend tagja, aki nem beavatott, az lehet szimpatizáns, lehet, hogy úgy mondjam, külső támogató, lehetett novícius, tehát jelölt, de egy biztos a pálos rendbe felvételt nem nyert. Na most tovább pontosítva, hogy ez mit jelent, ennek van egy nagyon egyszerű magyarázata, még nem akarom a kérdést ilyen, hogy úgy mondjam, lélektani szintekig elvinni, de a pálos rendet nagyon sokáig így nevezték, hogy a szentek rendje. Szent rend, a szentek rendje. Tehát maguk a pálosok így nevezték meg rendjüket, hogy a szentek rendje. Tehát rendünk a szent.
Vagy maga a külvilág is így tekintett a pálosokra, hogyha valaki már szürke barát vagy fehér barát, mert van egy olyan időszak Nagy Lajos királyig, hogy a rendnek a színe, hát ha színnek lehet nevezni a szürkét és a fehéret, lehet egyébként, csak hát mindenbe belekötnek, miért lenne szín. Hát engedelmet kérek, látom, tehát van. Nyilvánvaló módon valamit jelenteni fog. Persze, hogy tudományos vagy mondjuk ontológiai vagy szemmérce értelmében akkor a fehéret nyugodtan kiiktathatjuk, a szürkét jól megszűrhetjük, egy biztos a rend színe világos. És ez a szürkeség, mert azért a szürkének van egy nagyon fontos jelentése, hiszen ha én keresem egy napon belül a szürkületet, az két alkalommal jelenik meg. Megjelenik úgy napszentület előtti időszakban, és megjelenik napfelkelte előtti időben. Na most a szürkület az maga az átmenet. Tehát vagy az egyik napszakot szűri meg, éjszaka után megszűri, szűri a sötétséget, és addig szűri, amíg egyszer csak a fény fel nem támasztja adott napon magát a nappalt. A túloldalon pedig, ahogy szépen hanyatlik le a nap, saját pályáján indul le, tehát napáldozat van, napszentület van, ahogy a fény vonul ki a világból, úgy jön szépen be a szürkület a világba. Tehát ez egy átmeneti időszak. És amennyire átmeneti, annyira lényeges, mert az egyik világból a másikba a szürkület visz át. Magyarul ez azt jelenti, hogy egy olyan rend, amelynek szürke mondjuk a rendi ornátus a viselete, arról legalább annyit kell a viselet, vagyis a viselkedése útján feltételezni, hogy naponta megteszi akár révülés útján egyik világból a másik világba azt a nagy utat. A másik oldalon viszont marad Nagy Lajos király óta a fehér az a tisztaságot jelenti. Egyébként tudni kell, hogy van egy ilyen nedű féleség, hogy badacsonyi szürke barát. Na most klasszikus a tétel, hogy a badacsonyi szürke barát, az nem azért badacsonyi szürke barát, mert szürkék, vagy zöldek, vagy zombik, vagy a jó ég tudja milyen lakók, szüretelgették, és a szürkékről elnevezték mondjuk azt az italt badacsonyi szürke barátnak, hanem Badacsonyban volt a párosoknak a híres Szent Imre kolostoruk. És tulajdonképpen, amikor a kolostor alapul, akkor még a rendnek a hiteles, autentikus viselete a szürkében is megmutatkozhat. Na most a szürke megszűr dolgokat, maradt tehát a fehér, és ez azt jelenti, hogy egy idő óta töretlenül a fehér fény megy, a fehér tisztaság megy tovább. Ez nem sterilitást jelent, tehát a tisztaságot és a sterilitást senki ne tévessze össze. Tehát ez mit jelent? A mai ember tisztálkodási szokásai, azok nem testtisztálkodási szokások, hanem egyfajta steril, hogy úgy mondjam, megoldások. Tehát alig, persze most félreértés ne essék, de az a rengeteg vegyszer, azért ne áltassuk magunkat. Az a rengeteg anyag, amivel mi látszólag tisztálkodunk, az nem tisztít bennünket. Honnan tudjuk? Azt, hogy régen, még a 17., 18., 19. században, és nehogy azt higgyük, hogy ez most egy ilyen, nem is tudom milyen elmélet, hogy most együtt álmélkodjunk, szó nincs erről. Általában, és ezt senkinek nem javaslom, de egy biztos, az ember a fél nap munkától nem büdösödött meg. Most gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. El lehet menni, a vegyipar, hogy úgy mondjam, igényeit fogyasztói társadalom szintjén ki lehet elégíteni, na de meddig használ? Kiderül, hogy hihetetlenül rövid időn belül, ha mozgunk, olyanná válik a testünk, mintha már 5 éve nem fürödtünk volna. Nos, különben nem értjük meg azt, hogy szentek, ilyen volt például Szent Margit. Vagy ha Szent Margit nem tűnik izgalmas példának, hát tibeti lámákról, vagy mondjuk aszték szent emberektől, vagy ilyen sivatagi dervisekről. Hát mindig az a hír járta, hogy igazából, jó, ez átcsúszhat tényleg egy végletbe,
de csak szent időben, szent pillanatban fürödtek. És nem voltak büdösek. A testük tiszta volt és jó illatú. Tehát ha nem belülről tisztulunk, akkor kívülről hiába ez a rengeteg vegyszer, amit magunkra dobunk. Persze, hogy kell hangsúlyozom, amit nehogy valaki félreértse, mert azon nyomban berekeztünk mindent, és visszamegyünk a templomba együtt imádkozni. Tehát szó nem lehet arról, hát hozzá vagyunk már kötve ehhez, csak nehogy azt higgyük, hogy ez a fejlődésnek a csúcsa. Gyakorlatilag annyira felgyorsult körülöttünk minden, hogyha egy-két pillanat kimaradna, kiderülne, hogy az ilyen támasztékok nélkül, amellyel körbevesszük minket, hát napi szükségleteinket nem is nagyon tudnánk megoldani. És ez tényleg tragédia. Ez azt jelenti, hogy az emberiség teljes egészében önállótlanná vált. És amennyire önállótlan, annyira sebezhető. És a sebezhetőség végső határához elérkeztünk. Mert amit ma a világból lehet hallani, alig van mögötte valóságos valóságtartalom. Ez azt jelenti, hogy most ezek a körök gazdagodnak meg, azoknak a rovására. Átcsoportosítás van. De egy teljesen ilyen rabszolga szíra fűzött emberiséget lehet riogatni. Nehogy már valaki egy napig jól érezze magát ember bőrében. Naponta jönnek a fenyegető hírek. Nem lesz villany, nem lesz gáz, nem lesz víz, nem lesz semmi. Vagy rabszolga maradsz, vagy megdög lesz. Lehet választani. És az a helyzet, hogy nem az a baj, hogy külsőleg rabszolgasorba került az emberiség, hanem az, hogy belülről elkezdi újabban igényelni. Hát van egy kiváló regény, ennek a regénynek Láthatatlan ember a címe. Hát Gárdonyi műről van szó, és megmondom őszintén, az ő igazi fő művének én nem az egri csillagokat, a korába visszamenni, ott szerencsére ott kell egy kis lélek ráhangolódás is, és ráhangolódott. Na most az a mű, az gyakorlatilag az olyan, mint az indián regények, tehát az gyerekkorban már olvasható, és vén fejjel elővehető. Na, annyi szépség van bennük, hát érett emberi fővel olyan, hogy hangulat kell hozzá, de egy biztos, bölcsőtől a koporsóig el tudja az embert kísérni. És ott az elején van egy érdekes jelenség, hát van ez a rabszolgának eladott gyerek, ez az Éta, és ő mire gondol? Arra gondol, hogy se baj, hogy ő rabszolga gyerek lesz, most a saját szavaimmal mondom, mert majd ott olyan közösségbe fog kerülni, ahol a sorstársak egymást meg fogják becsülni. Most a kis rabszolga fiú az élettől hol kapja, ez már nem is az első ott, hanem a második hatalmas nagy pofont, de ez a legnagyobb pofon az induló élet vonatkozásában. Amikor rádöbben egy alaptételre, nem mondom tovább, a regényt el lehet olvasni, a lényeg a következő. A rabszolga legnagyobb ellensége nem a rabszolgatartó, hanem a másik rabszolga. Kezdjünk el ébredni. Az a néhány rabszolgatartó, az egymást figyelő, besúgó, mószeroló, bántalmazó, akadályozó rabszolga nélkül egy napig nem lenne hatalmon. És emlékezzünk Illyés Gyulának arra a versére, ahol szépen megfogalmazza a mondatot, akár egyet, akár százegyet a zsarnokságról. Nos, Illyés Gyula egyik legjobb verse, ő egyébként nagyon rossz költő, ezt is hozzá kell tenni. Írónak, kiváló költőnek, József Attilát idézem. Tehát nehogy valaki arra gondoljon, hogy már itt most már ilyen öntelt zuhatagokban vagyunk, de nagyon szépen elmondja egyébként, és hihetetlen nagy pontossággal, hogy Gyuszi, neked verset nem szabad írni. Mondja József Attila Illyés Gyulának, Gyuszi, te jobb, ha nem írsz verset. Szóval valahogy nem érzi a ritmust. Nem érzi. Itt viszont van ritmus is, néha döccen, de nem baj, tényleg lehet érzékelni, hogy kifakad belőle, és bizony ott is elhangzik ez a tétel. Ahol zsarnokság van, ott nincs olyan, hogy valaki nem láncszem a láncolatban. És ma tökéletessé tették ezt a láncolatot. És csak magunkat okolhatjuk azért, ami gyakorlatilag holnap be fog itt következni. Csak magunkat okolhatjuk. Mert annyi ajándékot, szépséget kaptunk az élettől,
És úgy tűnik, hogy van egy réteg, amelyik él vele, de vannak olyanok, akik ezeket a kegyelmi ajándékokat valami miatt nem tudják megbecsülni. Tehát minden esetre most már tényleg visszatérünk a pálos rend történeti útjára, tehát egyet azért el lehet mondani, és ez hihetetlenül fontos és hihetetlenül lényeges, hogy a mai alapokról pálos rendet megújítani nem lehet. És miért nem lehet? Azért, mert nem a mai alapokra kell építkezni. Ha pálos rend a neve, Özséb alapította, akkor az ember elvárhatja mondjuk a maiaktól, hogy saját alapítójuk alapítását elkezdik komolyan venni. És a tragédia az, hogy nem veszik komolyan. Gondoljuk végig azt, hogy most, hogy van állítólag, hát itt volt is egy olyan mű, hogy lehet ilyen plakátokat látni, elmegyünk Piliszentlélekre, van egy ilyen, na érdekes, erre van pénz, van egy ilyen kis építmény, faépítmény, rá van nyomva egy plakát, hogy 700 éves, igen, ha jól emlékszem, 700 éves, pápai jóváhagyással működik rendünk. És az ember esze megáll, de tényleg elkezd megállni. Ennyi, hogy úgy mondjam, jellemhibát. Egyszerűen nem tűr meg. Nem, hogy egy szerzetes rend belülről, hanem gyakorlatilag egy kocsmai társaságban belül sem lehet ennyi jellemhibát büntetlenül felhalmozni. Hát gondoljuk végig, hogy milyen csodálatos évfordulóink voltak, már hosszú időn keresztül. Nándorfehérvári diadal 550 éves évforduló, Szent Erzsébet születésének 800. Árpád vezérnek 1100 éves, Pozsonyi csatának 1100 éves, Szent Imrének 1000 éves, mintha mi sem történt volna. Nem azért, mert nem volt mise, hanem egyszerűen valami hihetetlen. Hihetetlen elvakultság. Aztán jött most a következő, az 550 éves évforduló, a Mátyás megválasztása, a korona visszaérkezésének óceán túlsó partjáról 30. évfordulója. Tehát van mindig tájékozódási lehetőségünk, pálos rend történetén is van. És mit tartanak fontosnak? Hát érdekes módon Özsébet így nem ünnepelték. Azt viszont méltóztatnak ünnepelni, hogy született 1308-ban egy, mit tudom én, legalább bemutatnák, hogy itt van, jóvá vagyunk hagyva. Na de gondoljuk végig, tatár járás után alapítja a rendet boldog Özséb. Tudjuk, hogy mi ez a jóváhagyás? Egy anekdótát hangulatjavító intézkedésként elmondok, régi az anekdóta, de tanulságos. Tudjuk-e azt, hogy mi a különbség a darumadár és a kocsmáros között? Bélevegő, darumadár, magasan repül, szépen énekel, a kocsmáros a földön áll, nézi és nem tehet róla. Tehát gyakorlatilag elképesztő az, hogy bizonyos dolgokat nem kellő, hogy úgy mondjam, nagyságrendben kezelnek. Hát a pálosrend nem azért pálosrend, mert 700 éve van pápai jóváhagyás. Hanem a pálosrend attól lenne pálosrend, hogy méltóztatnák a pilisi anyakolostorokat fölkeresni, méltóztatnának a pilisi emlékeket méltó módon karbantartani, és méltóztatnának a szülő bölcsőbe visszatelepülni. Akkor az ember érzékelni, igen, a pálos rend elindult a pálos rend útján. Ha valaki elmegy Pálos Szentkútra, Petőfi szállása, hogy megyünk Szeged felé, hogyha jól emlékszem, abba az irányba van pusztaszertől, nem is olyan túlságosan messze. Most elmegyünk oda, ott volt Mária jelenés. Megjelent Szűz Mária pár száz évvel korábban egy pásztornak. Most az a forrás, ahol Szűz Mária megjelent, az szépen ki van építve, van rajta egy kis Mária. Tőle nem messze pedig egy ekkora hatalmas lurdi Mária makett. Ismerjük a lurdi jelenés. Most ilyenkor valószínűleg a Szűz Mária is elkezd tűnődni. Hogy már engedelmet kérek gyermekeim. Én ennek az országnak királynője vagyok. Ha Lourdesban megjelenek, akkor az odaszól.
Nektek itt a Kárpát-medencébe többször jelentem meg, csak az utóbbi 10 évben, mint a világ összes pontján együttvéve. És ti állítólag nagyon híres szerzetes rendek vagytok. Nos, itt vannak az aránytévesztések és a hatalmas nagy problémák. Mert ez erkölcsi botlásokra vezethető vissza. Jellemhibára, bátortalanságra, gyávaságra és identitászavarra. Szűz Mária országban lurdi madonnák, potyognak az égből. Hát az engedelmet kérek. Hát ez nehogy azt higgyük, hogy ez most Szűz Mária ellen való szólam. Aztán, mivel itt tényleg egy kicsit feltupírozott kolostori életről van szó, hát az ember bemegy az ottani múzeumba, vagy valamilyen teremrendszerbe, ahol kiállítás van. Most mit látunk? Néger Madonna, Eszkimó kis Jézus. Most én mire volnék kíváncsi? Az, hogy a pálos rend, az mi ez a pálos rend? Mutassák meg nekem, hogy a pálos rend micsoda. Gyakorlatilag, névleg van egy ilyen felirat, hogy pálosok, és semmi tartalom. Semmi tartalom. És eljutunk oda, de nem is jutok el, mert most már a bevezetőn most már jó lenne túl lenni. Tehát eljutunk oda, hogy a szentek rendjéből lesz egy ilyen magyarországi, ilyen, nem is tudom, ilyen kereszténységet mímelő, epigon, ilyen szerzetes rendet, ilyen epigon, pápista gyülekezet. Még csak nem is a római keresztény, nem is katolikus. Katolikus azt jelenti, hogy egyetemes, pápista. Hát a pápa az jót akar nekünk, na de engedelmet kérek, te most keresztény vagy, vagy pápista vagy? Hát itt vannak a hatalmas nagy gondok és bajok. Meg ott, hogy az alapvető tételt most már komolyan kell venni, tehát szentek rendje. Na most ez miért hihetetlenül fontos? Azért, mert Márk István Emil leírja, a század elején írta a pálos rendről 2 vaskos kötetet, hogy úgy mondjam, irodalomként bátran tudom mindenkinek ajánlani, hihetetlenül száraz, nehezen lehet olvasni, de tele van jobbnál jobb adattal. Tehát nem egy ilyen könnyű, ősz-délutáni hangulatot ébresztő olvasmány, nagyon nehezen lehet ténylegesen olvasni. Viszont nagyon sok minden kiderül. Amit az ember azért úgy sejt, hogy ahhoz képest, hogy a pálos rend szentek rendje, hát alig ismerünk pálos szenteket. Kiderül, hogy ennek megvan a maga oka. Az egyik legfontosabb ok az, hogy szerénység, vagyis ha ez a szentek rendje, akkor külön nem indítanak szentéavatási eljárást. Tehát a kanonizációs eljárást külön nem fogják elindítani valaki kedvéért. Miért? Mert eleve, aki már felvételt nyelt a rendbe, feltételezni lehet róla, hogy szent ember. És bizony a pálos rend történetét feldolgozó szerzők szerényen, de mégis megfogalmazzák, és jelzik azt számtalan esetben, hát főleg a későbbi korból vannak több dokumentumaink, hogy egész egyszerűen maguk a pálosok akadályoznak meg szentéavatási, hogy úgy mondjam, eljárásokat. Mi, mert nem kell. Hát vagy mindannyian szentek vagyunk, és akkor nem nevesítünk. Persze, hogy vannak kiugró szentséggel megáldott emberek, akikre fölnézünk, de az egész rendet szenté lehetne minden nap alapítani, mert ez a szenteknek a társasága. Most ez azt jelenti, hogy itt hihetetlenül magas a mérce. Azt nem is kell különösebben magyarázni. És amitől magas, az megint egy kicsit magas lehet. Hát ez pedig egy megint tárgytörténeti jelenség, hogy pálos vagy feltételezett pálos kolostorok körül olyan szerzetesi temetők nagy számban vagy nagy terjedelemben gyakorlatilag még nem kerültek elő. Ott volt. Na de nem jött el az ideje, hogy előkerüljön. És egyszer csak, ami ott volt végig, jelezte, hogy gyerekek, itt vagyok. Na most így elrejteni valamit, ez az igazi művészet.
mert ezt kívülről megtalálni soha senkinek nem szokott idő előtt sikerülni. És erre van egy nagyon jó Indiából származó alkimista recept, ami arról szól, hogy elmondja, hogy az élet elixírt hogy kell elkészíteni. Vagy ólomból aranya, teljesen mindegy, maradjunk az élet elixírnél, a halhatatlanság titkánál. Elmondja, hogy miből mennyit kell venni, hogyan kell keverni, hogyan kell mennyi ideig tűz fölött tartani, milyen fázisai vannak a nemes tinktúra elkészítésének. És azt mondja a végén, hogy közben nem szabad gondolnod a fehér elefántra. Ennyi az egész. Na most tulajdonképpen itt a pilisben ez a titok működik. Ez a titok működik. Tehát így rejtettek el eleink hihetetlenül értékes dolgokat. Mert ez azt jelenti, hogy mivel a Habsburg sem találta meg, az ma is ott van. Egy kérdés, hol lehet a Buda-Szentlőrinci kolostor? Hol lehet a Szentkereszti kolostor? Hol lehet a Szentléleki kolostor? Hol lehet a Szentlászlói kolostor? Tehát a pilisi őskolostorok hol lehetnek? Ez az egyetlen egy kérdés. De ha tudnánk is, hogy hol vannak, mit érünk vele? Ott állunk az ajtó előtt, és mégsem látjuk a bejáratot. Amíg nem jött el az ideje, addig úgysem fogjuk látni a bejáratot. De visszatérve a Buda-Szentlőrincéhez, mert hát ez volt az egésznek a lényege, hát az egy akkora hatalmas kolostor volt, hogy a templom nem hajójában, meg gondolom tudjuk, hogy a szerzetesi templomokat kapásból meg lehet különböztetni a nem szerzetesi templomoktól. Ezért tudjuk azt, hogy a Jánoshegy és a Hárshegy közötti nyergen lévő templom a mai Buda fölött, az minden csak nem pálos kolostor. Miért? Hát ott olyan szép szöveg van leírva, hogy a Buda-Szentlőrinci pálos kolostor romja, ne tessék mondani. Mikor nevezték az alatta lévő Budát a középkorba Budának? Ja, hogy nem nevezték, akkor miről beszélünk? Akkor miről beszélünk? Azt legfeljebb Pestnek hívták. Pesten belül sem Ópestnek, Pestnek, hanem legfeljebb Újpestnek. Hát tegyük szívünkre a kezünket. Ha mondjuk valaki Debrecenből fölutazik Budapestre, én nem egyszer tapasztalom, hogy az ember áll be a sorba, és mondjuk vidéki városban van, pályaudvaron is jegyet kér. Na most 100 ember közül mindig van egy-két tudálékos, kérek egy jegyet Budapestre. Mit szoktak mondani spontán? Pestre kérek egy jegyet és kész. Egyszerűen nem áll rá a lelke az embernek. Hát legalább a lelkünknek higgyünk. És Pest Hidegkút hol van? Hát ide nem is olyan nagyon messze van. Pest Hidegkút. Ahogy jövünk szépen Solymár felé, előtte van Pest Hidegkút. Mindig maradnak ám árulkodó nyomok, hogy mi hol van, de egy biztos, az, ami a Hárshegy és a Jánoshegy nyerge között található, azzal egyetlen egy probléma van. Soha nem volt szerzetesi kolostor. Honnan tudjuk? A szentélye akkora, hogyha én mondjuk fellépek azon a kis hajóból, azon a kis küszöbön, tehát a hajóból átlépek a szentélybe, akkor oda a falhoz már a szentély záró rész van. Sőt, még akkora sincsen. Magyarul gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Építészettörténeti, vallástörténeti tény, hogy a szerzetesi templomoknak nyújtott a szentélyük. Miért? Mert a szerzetesek, mint felszentelt papok, nekik nem a laikusok, a híveknek a hajójában van a helyük, hanem mivel mindannyian papok, nekik az Isten tisztelet alkalmával a szentélyben van a helyük. Tehát a szentély hihetetlenül hosszú. Tehát megnyújtott szentélyű a templom. Na most a Buda-Szentlőrinci akárhol volt, olyan fényes kolostor volt, hogy úgy is szokták mondani, hogy templomváros. Egy Isten tiszteleten úgy 800 pálos atya szokott összegyűlni, gondoljuk végig. Hatalmas, monumentális lehetett. Na igen ám, de 1308-tól mondjuk, vagy még korábban, most már
hagyjuk ezt az évszámot, de 1300-as évek elejéről van szó, amikor fölépül. 1526-ig úgy érdemes végig menni az emberöltők, nemzedékeknek az útján, és ha csak 500 szerzetessel számolunk, akkor mennyikor a temetőben kellene gondolkoznunk? Hát ők is csak meghalnak, és nyoma nincs temetőknek. Egyszerűen, mintha a temetőt, mint gondolatot, mint mondjuk, hogy úgy mondjam, ember életútjának végét jelző helyet, így egy jó lélek úgy lefújna erről a kérdésről. Kisebb temetőket mindig mindenhol lehet találni, meg templomhajóba, szentély alá, mindig lehet találni. De egyszerűen pálos kolostorok körül, az ismertek körül olyan tényleg valódi hitelességű temető soha nem kerül elő. És itt jön Gyöngyösi Gergely, aki elmondja, hogy Kapisztrán Szent János egy alkalommal, ő Hunyadi Jánosnak a sorstársa élete végén, egy alkalommal Mária Nosztrán jár. És fölkiált Kapisztrán Szent János, akiről tudnivaló, hogy magyarul nem tudott. Ezt csak azért mondom, hogy a 1456-os diadal alkalmával lehet a Nándorfehérvári diadal alkalmával lehet a személyét kozmetikázni. Tehát azért tudnivaló, ha rávárt volna a nemzet, hogy hívó szavára összegyűljenek, hát kortársak lehírják. Gyakorlatilag az ő buzdító szavára legfeljebb pár száz ember gyűlt össze, miért, és paptársai írják le. Kortársi beszél. Nem tudott magyarul. Nem tudott magyarul. Hunyadi János szólítja az utolsó utáni pillanatban fegyverbe a magyarságot, és akkor, mint a hóvihar, megindul Nándorfehérvár alá a nemzet. Ezt a hóvihar kifejezést ezt Szilágyi Mihály várkapitány használja abban az időben, amikor a vár fokáról látja, hogy özönlik a nép. Ez tényleg lenyűgöző látvány lehetett. Na most, ez a Kapisztrán Szent János, aki ferences, tehát saját rendje felé elfogult, ugyanakkor pápai inkvizítor, tehát elsősorban ő nem toborzó irodát létesít ám, hanem szagra jön. Délről a török nyomja fel a bogumil eretnekségeket, északról szivárognak be a csehusziták, tehát tulajdonképpen neki mi itt a feladata? Az inkvizíció bajnokaként lép fel. Na nem akarom ezt tovább ragozni, ezt az ügyet, egy biztos elmegy Nosztrára. És egy ilyen ember kiáltja világgá azt, ha élő szenteket akartok látni, menjetek Nosztrára. És ekkor jegyzi meg Gyöngyösi Gergely, aki a pálos rend fővezetője. Tehát irányítója, kormányzója, hogy igen, mert ebben a templomban, az altemplomban az atyák romlatlan testtel várják a boldog feltámadást. És szépen a műben olyan lehellett finoman jelzi azokat a kolostorokat, ahol az atyák romlatlan testtel várják a boldog feltámadást. Ilyen a Mária Nosztra, ilyen a Budaszentlőrinci, Szentkereszti, Szentléleki, Szentlászlói, Máriavölgyi, Pozsony mellett. Tehát ezek kemény tételek. Na most ez viszont mit jelent? Ez azt jelenti, hogy attól szentek rendje, mert a testüket szentségtelen bomlasztó erők a halál pillanatában nem fogják kikezdeni. Na most olyan, hogy valaki él egy jó életet, és nem bomlik fel a teste, ez bármilyen vallás keretén belül bárhol előfordulhat. Tehát iszlámon belül mutatnak olyan kegyhelyeket, zarándokolnak, hogy szeretett dervisünk romlatlan teste ott van. Kereszténységen belül végigmegyünk Itálián, gondoljuk végig, ott is van egy-két olyan hely, ahol mutatják, hogy szeretett testünk, vagy szentünk teste nem bomlik fel. Ahol kereszténység van, ott gyakorlatilag ez a jelenség tetten érhető. Gondoljuk végig, hogy Egyiptomtól kezdve az inkákon keresztül, észak-amerikai indiánokig, kis szibériai népekig, mindenhol előfordul az, hogy egy élet úgy koronázódik meg, hogy a földi enyészet nem lesz ura a földi testnek. Romlatlanul megmarad. Nem bomlik fel. Na most itt a pálos rendben mi volt a hihetetlenül nagy csoda? Az, hogy itt nem egy-egy emberről van szó, hanem
szinte az évszázadokon keresztül működő egész Kárpát-medencei szerzetesrendről. Ez valami elképesztő. Tehát nem egy-egy kiugró teljesítmény, hanem maga a rend olyan fegyelmet, tisztaságot, erkölcsöt, fényt képvisel, hogy a pálos misztériumnak pontosan az a lényege, hogy a test nem fog felbomlani a halál után. Ha felbomlott, két oka lehetett. Alázatból van ilyen példa. A pálos atya lemond arról, hogy a teste romlatlanságban megmaradjon. Vagy mégsem volt szent. És akkor egy kicsit odébb tudják a földi maradványokat. Most ezt, nem akarom én ezt túl ragozni, mert egyszerűen felfoghatatlan számunkra, és ezért fájdalmas az, hogy a mai követői, vagyis nem is követői, hanem névhasználói, tudjuk, hogy hárítják el ezeket a dolgokat? Hát ez egy ilyen romantikus elképzelés. Akkor minden ősöd a pálos renden belül romantikus képzelgő volt? És gondolj, ide jutottunk. Ezekkel nem kell foglalkozni. Nem kell foglalkozni Boldog Özsébbel. Nem kell foglalkozni a kolostorok szent embereivel. Hány embert nevez meg Gyöngyösi Gergely a művében, hogy szentünknek a szent teste nem bomlott föl. Nem kell vele foglalkozni. Hát hol élünk? Na ezért van nagy baj, meg azért, mert nem haladunk az időben. Tehát jön a következő tétel, megpróbálom felgyorsítani. Ez pedig mire vonatkozik? Arra vonatkozik, hogy a pálos renden belül már a névadó szent meghatározása is fejtörést okoz. Egy alkalommal, ez 90-es évek derekán volt Pomázon. Pálos rendről volt valami megemlékező konferencia, ott volt Árva Vince atya is. Akkor még nagyon mozgékony, jó erőben volt, lelkes volt, és hát mindig azon fáradozott, hogy Boldog Özséb szenti avatását előmozdítsa. Na most előtte viszont egy olyan ember szólalt fel, aki Párizsban végzett, Rómában kapta a pecsétet, ma is gyakorló római katolikus pap, és gyakorlatilag egymás után jelennek meg a könyvei, mondjuk a szerzetes rendekről, kereszténység történetéről. Nevet most nem is érdemes mondani, mert ebből a szempontból majdnem lényegtelen, a jelenség viszont fontos. Tehát egy, hogy úgy mondjam, körön belül lévő, tehát ez azt jelenti, hogy nem lehet azt mondani, hogy kívülálló romantikus, patetikus, elragadja a hevület, a lelkület, hanem gyakorlatilag a leghivatalosabb papképzésen megy keresztül, teológus, egyik könyvét írja a másik után, és ezt mindig egyházi könyvkiadók adják ki, mind a mai napig. Mégis úgy illik, hogy a nevét, mégis mondjuk Török József. Tehát utána lehet nézni. Ha lovagrendekről van szó, ő írja a könyvet, szerzetes rendekről, ő írja a könyvet, magyar egyház története 11. század, 12. század, 13. század, 14. 15. ez már 5 könyv, ő írja a könyvet, pálosokról nem pálos, ő írja a könyvet. Tehát minden kornak vannak ilyen mindenesei, akik mondjuk egy szervezeten belül mindenhez értenek, és tényleg tisztességesen kezeli a dolgokat. De hát ő is saját korának gyermeke, viszont van esze, és ez nem alábecsülendő. És ő maga 90-es évek derekán járunk, ide két macska ugrásra Pomázon. És elmondja a következőket. A pálos rend az tulajdonképpen nem remete rend. Tehát itt valami gond van. Ugyanis tébai remete Szent Pál, akire hivatkozik a pálos rend, mint ősatyára, ő tényleg remete volt. Ez mit jelent? A tébai sivatagban remetéskedik 60 teljes esztendőn keresztül. Na most mi a remetének a lényege? Az, hogy remete. Tehát elvonul a világ elől, lehetőleg olyan távolságban, hogy még a vonatfüttyöt akartam mondani, még a vonatfütty se terelje el a gondolatait. Nos, innen tudjuk, hogy például a Dunakanyarba, a Szent Mihály oldalában lévő, mesterségesen kialakított, szinte lóistáló nagyságú kis barlang, az nem lehetett remete barlang. Miért?
Megint az észbeli képességek néha remetéket gyártanak maguk körül. Miért nem lehetett? Mert túl forgalmas helyen van, könyörgöm. Hát a középkorba szembe van Döbös. Dömös középkori szerző Galeotto írja le Mátyás idején, hogy akkora, mint egy hercegség. Hát megmaradt a dömösi prépostság alapító levele, több mint 100 beszolgáltató faluja van. Ezt tudjuk, hogy mit jelent? Komolyan kell venni, hogy Magyarországon a prépostságok olyanok voltak, mint a kis királyságok, hercegségek. Ott van szembe. Ha én Dömösön kurjantok egy nagyot éjszaka, mert a jó kedvemet nem tudom visszafogni, akkor Szent Remeténk akkorát ugrik a barlangja belsejébe, hogy még a plafonba be is üti a fejét. Nem lehet elvonni, nincs csönd. Ott van Visegrád. Királyi város. Fellegvárral, Vizivárral, palotával. Gondoljuk végig, hogy Károly Róbert idején hány királyt fogadott a magyar uralkodó. És azért a királyok nem egyedül jöttek, hanem akkor is van kísérő. Hány lovat kell, hány embert kell. Hát ott volt a lengyel király, a cseh király, a német király, soroljam a példákat. Hát ez valami hihetetlen nagyságrend. Oda egy szemsugárnyi távolságra van Esztergom. Esztergom a királyi központokon belül, hát az esztergomi érsek volt az, aki a király után a második legnagyobb haderőt állította ki az országban. És hol lehet itt remetéskedni? Tehát dolgokat nem gondolunk végig. Valaki ráböffenti, hogy remete barlang, mert lehet, hogy amikor a törököt kiűzik, és ezt a területet lezárják, és még holló sem jár elle, befészkelte magát oda egy-két remete ember, na de nem attól remete barlang, mert az volt, hanem azért, mert a romok közé befészkelte magát oda valaki. Teljes joggal egyébként. És a régi hatalmas várfal maradványok üvöltenek a Szent Mihály hegy oldalán. A robbantások nyomait is lehet látni. Hát azért gondoljuk végig, ha itt jön a Duna, itt van a Dunakanyar így, itt van Esztergom, itt van Visegrád, akkor pont egy ilyen beugrót. Csak azért, hogy a mai régész jól aludja éjszaka az álmát, majd szabadon fognak hagyni. Hát gyakorlatilag a túloldalról a Dunakanyart innen lehet a legjobban védeni. Hát ez az országnak a Pilis, az országnak legsűrűbben lakott területeihez tartozott. Hát ezek alapvető tételek. Esztergom királyi központ, majd érsekségi központ. Visegrád királyi központ, itt törzik a magyar szent koronát. Akkor Dömös volt, ahol volt, olyan prépostság, mint egy hercegség. És valószínűleg Budától Fehérváron keresztül mindent ez a táj ölelt magába. Mém, ez a királyi központnak a területe. Nyilvánvaló módon, hogy a Duna nem csak egy parttal rendelkezik, hanem két parttal. Tehát amit védek ezen az oldalon, védenem kell a másik oldalon. Tehát az a védelmi rendszer, ami ma is, hogyha a Dunakanyaron végjönk és látjuk a hegyeket a jobb oldalon, végigfutál a túloldalon és a bal oldalon. Hát nyomon lehet végigkövetni. Na de, meg azt is nyomon kéne követni, hogy most már haladjunk is a témában. Tehát Török József nagyon szépen jelzi, hogy ő nem tudja, hogy miért, de itt valami gond van, mert van egy szerzetes rend, amelyik nem remete rend, és remetére hivatkozik, és a korabeli pálos atyák, akik elindítják a pálos rendet, mint remeték, azok mindenek lehettek, csak remeték nem. És hozza a példát, most képzeljük el azt a remetét, aki a pilisi barlangok mélyén, kosarát fonogatja, nem is tudom, hogy más megoldás nincs. Remete, aki a kosarat fonogatja, vesszőből. Tényleg lenyűgöző szellemi teljesítmény. Hát ilyen atyai örökségre már érdemes a szerzetes rendet létrehozni. Tehát nem export, nem import termék, fonogatja a kosarat. Na, amikor összegyűlik egy adaggal, persze azért nem erőlteti meg magát nyilvánvaló módon, amit így két kézzel el tud vinni, az beviszi Esztergomba. Majd megkérdezi, mint remete, hogy hú gyerekek, már annyit remetéskedtem, mi újság? Valami friss hír nincs, mi újság az érsekkel, vagy a királlyal, vagy a nádorral?
Hangsúlyozom, Török József figyelmeztet, ez maga a képtelenség, mert egy remete nem megy be a városba. Legfeljebb, ha valaki a városba elveszi a tájékozódását, és eszébe jut, hogy valahol a rengeteg kellős közepén él egy szent életű ember, az talán tudja a kérdéseinkre a választ. Miért? Mert a világ habzó felszíne odáig nem hat el. Tehát ott tulajdonképpen a tisztán látásnak a közegében vagyunk. Tehát egy remete azért egy lényeges ügy, mondjuk, az emberiség, nem a kereszténység találta fel. Tehát már is tudni kell. Nem azért vonulnak ki, mert emberkerülők, hanem minden egészséges társadalom gyakorlatilag az istenség és az emberség közötti kapcsolatrendszerben kiállítja a megfelelő alkalmas embereit, és a remete tulajdonképpen egy előre tolt őrszem. Tehát ez azt jelenti, hogy ő már nagyon távol van tőlünk, inkább egy isteni magányhoz van közelebb, vele tartja a kapcsolatot, semmiféle emberi, hogy úgy mondjam, társadalmi befolyás nem lendíti ebből ki, és ha a társadalom szereplői utat tévesztenek, akkor kimennek a rengetegbe, vagy a magány csúcsára a remetéhez, és azt mondják neki, hogy mester, mondd meg nékünk, mit kell tennünk. És a remete tényleg tanácsot tud adni. Na most itt jön az izgalmas tétel viszont, hogy műveiben Török József ezt meg sem említi. Tehát ha Pálos rendről ír egy könyvet, érdekes módon ez a rendkívül fontos felismerés még csak nyomában sem mutatkozik meg. És ekkor lehet tudni valamit. Hát egészen más az a fegyelem, amit mondjuk baráti társaságba, vagy rajongói környezetbe ő mondjuk, vagy érdeklődői társaságba elmond, és egészen más az, amit mondjuk könyvben egy egyházi kiadó kiad. És itt már megint nagy baj van. Miért? Mert ez azt jelenti, hogy megint nem az igazság játssza a főszerepet, hanem a kompromisszum. Mert ha valaki életébe erre rájön, nem hiszem el, hogy az írás kényszer ne kényszerítené, hogy le is írja becsületesen. Márpedig soha nem írják le ezeket a dolgokat. Tehát amit a vakló is lát a sötét éjszakába, érdekes módon arra egy mondatnyi utalás nem kerül könyvekben. Viszont ki ez a tébai remete Szent Pál? Tehát 60 éven keresztül egy holló táplálja a tébai sivatagban, és az a jó, hogy ez a fajta vonulat, ez nem áll távol most tőlünk, mármint tébai remete Szent Pálról, mert a Dunának is van egy ilyen érdekes kanyarja, de ugyanakkor a Nílusnak is van. Tehát, hogyha én felülről látom magát a Dunakanyart, vagy felülről látom Téba környékén a Nílust, és nem tudom, hogy melyik folyót látom, a kettőt egy pillanatra akár össze is téveszthetem. Az más kérdés, hogy ez a patkó itt sokkal kisebb, mint mondjuk a Nílusnál. De ott is megjelenik ez az érdekes szakasz. Na most ott a Nílusnak is két partja van, és az egyik oldalon van az élőknek a városa, ez a királyi Téba, a másik oldalon viszont van a holtaknak a városa. Hát ez a híres királysírok völgye. Na most megint egy rendkívül fontos tétel. A tébai remete Szent Pál hazája valahol a Nílus deltában lehetett, ha igaz a legenda. Miért ne lenne igaz? Tehát ő északon van. Majd valamilyen ügy kifolyásából, hát meghalnak a szülei, a vagyonelosztásnál problémák támadnak, nem marakodik a testvéreivel a vagyon. Azt mondja, gyerekek, ha ilyenek vagytok, akkor én el is búcsúzom tőletek. És szépen ott hagyja a vagyont, a világi hírnevet, és elmegy remetének. Na most gondoljuk végig, hogy itt szinte 1000 kilométeres szakaszról van szó, de több száz kilométeres egészen biztos. A Nílus egyik oldala sivatag, Nílus másik oldala sivatag. Gondoljuk végig, hogy tébai remete Szent Pál hány helyre mehetne, de ő egy helyre megy. Egy olyan sivatagi magányt keres föl,
ahol nem csak a nagy sivatagi magány van, hanem a nagyon régi múlt oda temetkezett. A fáraó kori egyiptomi sírok vannak ott. Hát ő, amikor ezt a helyet megtalálja, talán tudja, talán nem, de ő Tutenkámon fáraó, hogy úgy mondjam, társbérlője. Lehet, hogy időnként, amikor ott nagy csaj csapott, akkor a fáraó a hármas koporsóból így följelzett, hogy most már a szentünk ne vigadjon ilyen nagyon harsányan. Tehát ott ténylegesen fáraó temetkezések vannak. És minden híreszteléssel szemben nem azért megy oda, hogy ott mondjuk úgy rakjon rendet, ahogy ma egy inkvizítor, vagy eretnek üldöző, vagy egy térítő elképzelni. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy olyan barlangot talál, ami nem is barlang, hanem egy ilyen fáraó korabeli terem, ott vannak a festmények, ott vannak a faragványok, sőt a Ptolemaiosok korából még pénzverő műhely maradványait is ott találja. Na most, a faragványokat nem veri le, a festményeket pedig nem meszeli le. Ez a kereszténység. Ebből lehet tanulni. Hanem a kettő békésen megfér egymás mellett. És érdekes módon itt lép be a nagy múlt, és kezdjünk el valamire fölfigyelni. A pálosrend névleg arra a tébai remete Szent Pálra hivatkozik, aki végeredményben királyi temetkező helyen, fáraó temetkező helyen remetéskedett. Tehát a mi pálosaink vonatkozásából ez hihetetlenül fontos lesz majd. És még valami. Hát úgy szokták tárgyalni, és itt kellene azok, mondjuk egy Török József kapásból az én nyelvi rezonanciákra magyarázat adhatna, hogyha nem remete rend a mi pálos rendünk, akkor ez a remete ez honnan származik. A szavakat sajnos általában mi mindig egy jelentésébe abszolutizáljuk, és az összes többi jelentéstől el szoktunk tekinteni. Na most ez az eremité, ez tulajdonképpen ugyanaz a szó, ami a hermetika kifejezésben is megjelenik. Tehát hermetikus az önmagában mit jelent? Ha én valamit lezárok, mind a mai napig mondani szoktuk, hogy hermetikusan van lezárva, ez mit jelent? Légmentesen, oda már semmi nem fér be. Tehát ez nem is annyira remete rend lesz a mi rendünk, hanem egy zárt, valamit zárnak, hermetikusan lezárnak. És innen jön ez a remetei dolog. Aztán megyünk szépen tovább az úton, második, mert tényleg szeretném időben befejezni, kiderül, hogy Gyöngyösi Gergely munkájában végig apostol Szent Pálról beszél. Azt mondja, mi apostoli férfiak pálosok. Mi pálosok, akik apostoli férfiak vagyunk. Mikor volt tébai remete Szent Pál apostol? Soha egyetlen pillanatra sem. Aztán azt mondja Gyöngyösi, aki vezetője volt annak a pálosrendnek, ami gyakorlatilag a keleten fogalmunk nincs, hogy milyen távlatai voltak akkor a rendnek, de nyugaton az Atlanti-óceán volt a határ. Hát ez egy hatalmas rendé nőtte aztán ki magát. És ennek a rendnek Mohács előtt utolsó nagy felvillanásában a vezetője Gyöngyösi Gergely. Most képzeljük el, hogy egy ilyen mű maradt ránk, amit ő írt. És nem veszik komolyan, amit leír. Mindenki jobban tud dolgokat. Na, ő viszont leírja, a remete élet semmire nem vezet. Az ember megdöbben. Hát gyerekek, a kotébai remete Szent Pál sehova nem vezetett bennünket eddig. A remete élet sehova nem vezet, mert a közösségi élet az üdvözítő, és mi apostoli férfiak apostol nyomában járunk. Megdöbben az ember. És kiderül, hogy az élet az nem vagy-vagy kategóriákban mozog, hanem is-is kategóriákban. Tehát tanuljunk meg egy alapelvet, ha előtte nem értünk valamit. Egy egyszerű tétel nagyon gyorsan, naponta lehet a sirámokat hallani, mindenki nagyon tájékozott, ott volt az efeszoszi zsinaton, ahol mondjuk az egyházi zsinat törölte az evangéliumokban lélekvándorlásra vonatkozó tanításokat.
Tényleg a szívem meg szokott ilyenkor szakadni. Csak merném javasolni, hogy vedd elő a 4 evangéliumot. Olvasd el, és utána nyilatkozzál. Mert még a mai állapotában is egy dolog van benne hangsúlyosan jelen. Van lélekvándorlás, hogy van lélekvándorlás, és mi a lélekvándorlás és a reinkarnáció között a különbség. 2 példát mondok. Jézustól megkérdezik a tanítványai, hogy ki volt keresztelő Szent János. Mit mond Jézus? Íjés proféta volt ő, csak nem ismerték föl. Ami itt elhangzik, az mit jelent? Keresztelő Szent János kicsoda? Jézus válaszol, íjés proféta volt ő, csak nem ismerték föl. Magyarul, aki lélekként alászállt és testesült illés sorsba, illésként, íjés profétaként, halála után nyilván a lélek visszamegy a forrásvidékére, és ugyanaz a lélek, nem tudjuk, hogy közbe volt-e leszületése, de egy biztos, mit mond Jézus? Aki testet öltött íjésben, az öltött testet keresztelő Szent Jánosban. Akkor van vagy nincs? Hát nem úgy van, ahogy a hinduizmus tanítja, meg a teozófiai társaság. Egy magyar népmesékben megjelenik. Hányszor hal meg egy népmesébe egy hős? Elő szokott vele fordulni, földarabolják, ő meghal, ő tényleg meghal. Előtte viszont még van egy kérése. Kérd meg ezt, mondjuk, ha sárkányos a mese, mondd meg Holló Fernyégesnek, hát a kedvesét kéri, akinek végig kell néznie, hogy a férjét, a kedvesét, Vitéz Jánost földarabolják szeme láttára. Hogy vigyázz, mondja, te most nehogy lelkizzél, hogy igazi nő létedre, nehogy összeomoljál, hanem most légy erős. Kérd meg őt, itt van ez a zsák, mert ő tudja, Vitéz János, hogy most csatára kerül a sor, de alul fog maradni. Hogy ebbe a zsákba engedd meg, hogy engedje meg Holló Fernyéges, hogy te összeszedjed az én részeimet. Minden csontomat, boncomat, ízemet, darabomat ebbe a zsákba. Mindent, és kösd a lovam kápájára, és a ló majd hazavisz. Na itt van a tudomány. A halált elkerülni nem lehet. Földarabolják. A sors iróniája, hogy még Holló Fernyéges is segít. Tehát néha még a gonosz is a jót szolgálja. Azért erre érdemes odafigyelni. Azt hiszem, hogy győzött. Hát az élet az nem ilyen. Segít. Ó, még, itt van egy kis új perc, még ezt gyorsan tegyük, nehogy már lemaradjon. Minden esetre, ha van lovam, és van ez a zsák, ez mire emlékeztet bennünket? Hát ez egy burok. Ez olyan, mint a magzatburok, mint a méh, vagy nem akarom én ezt tovább ragozni. Tehát amíg ez a burok létezik, és a részeim nem szóródnak szét, vagyis valami egyben marad belőlem, addig halhatatlan az ember. Csak ez azt jelentheti egy élet, vagy vége az életnek. Na most nem részletezem, hogy hogyan ébred fel Vitéz János, támad fel, de amikor feltámad, és minden nemesében ez történik, 7-szer teszebb és erősebb volt, mint annak előtte. Tehát nem más ébred fel, és amikor fölébred, itt mond, hú, de nagyot aludtam. És akik segítettek a feltámasztásában, mit mondanak? Hát aludtál volna még a világ és 2 nap, ha mi nem vagyunk itt. Ha nincs lovad, aki nem hoz haza téged. Tehát mi az egésznek a lényege? Hogy az ember, hogy úgy mondjam, nemesebbé váljék, jobbá váljon. Tehát egy élet óriási tapasztalat szerzésre nyit lehetőséget, de népmesékben van olyan, hogy valami olyan messze van, hogy azt mondják így, hogy 3 emberi életet egymás mellé teszel, akkor sem érsz oda. És gondoljuk végig. És aztán visszatalálok gyorsan az evangéliumhoz, jön Nikodémus János evangéliumába, rögtön az elején éjszaka jön. Mit kérdezi Jézustól? Bemehet az ember az ő anyjának méhébe másodszor, hogyha vén? Kérdezi. Mire kérdez rá Nikodémus? Tehát még egyszer elmondom. Bemehet-e az ember az ő anyjának méhébe másodszor is, ha vén? Mire kérdez rá?
Ha van-e újjászületés? Ha meghaltam, újjászületek-e? És Jézus gyönyörűen válaszol. Tehát nem úgy válaszol, ahogy ma édes víztankönyv kiadó, vagy mondjuk eretnek üldöző ateista bizottság. Az egyik azt mondja, igen, igen, másik nem, nem. Az élet is. És ez a lényege az életnek. Tehát nem mi fogjuk. Gondoljuk végig, hogy na nem akarom ragozni, mert úgyis jön majd a magyarázat. Mit mond Jézus? A szél zúgását hallod. Tehát nem azt mondja, ugyan már ilyen hülyeséget, hogy menné be vén emberként. Már hamut is mamunak mondod, és micsoda perverzió, hogy anyád méhébe akarsz visszabújni. Hát gondoljuk már végig. Na de mit mond? Azt mondja, a szél zúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan jő, és nem tudod, hogy hova megy. És így van mindenki, aki embernek születik. Na most én, amikor megszületek, mit nem tudok? Nem tudom, hogy honnan jöttem. Pedig érzi az ember, hogy az élet nem akkor kezdődik, amikor kinyújtjuk a fejünket onnan, és nem is a fogantatással kezdődik. Igen ám, meghal az ember. Érzi az ember, hogy nincs vége, na de nem tudom, hogy folytatódik. Tehát itt van egy titok, és ez a titokhoz kell fölnőni. Nem pedig kategórikusan kijelenteni, hogy van vagy nincs. Van egy hatalmas nagy folyamat. És ebbe a folyamatba viszont időnként vissza lehet térni, és gondoljunk végig, mert most fontos ügyről van szó. Ha viszont a pálos atyák teste nem bomlik föl, romlatlan állapotban várja a boldog föltámadást, akkor ez mire figyelmeztet? Ez nem az a jelenség, hogy aki íjés volt, az keresztelő Szent Jánosként megszületett, hanem ez azt jelenti, hogy ez a test azért nem bomlik föl, most nagyon egyszerű kifejezéseket használok, miért nem bomlik föl? Mert az még egyszer abban a testi állapotában meg fog jelenni. Annak ott még feladata van. Tehát azért romlatlan, és azért néz ki úgy, hát aki már látott ilyet, az pontosan tudja, hogy olyan, mintha valaki aludna. Hát aki látta Mindszenti Józsefnek, akkor felnyitották a koporsóját. Mindszenti, tehát hogy a példát is, mi nem rendkívüli, a rendkívüli az, hogy egy szerzetes rend évszázadokon keresztül ilyen. Nem elszigetelt egyéni példák, hanem hát ezres nagyságrendben pálos atyák testei várják a boldog feltámadást. Na most egyszer megjelent egy könyv, és a hátulján volt Mindszenti József, ahogy fekszik a koporsóba a koporsó felnyitás után. Most gondoljunk végig, ha ez nem magyarországi érdekeltségű lenne, ez világszenzációként jelenne meg. Egy egyházi vezető, nagy egyházon belül érsek, 20. század. Gondoljunk, Pió atya mekkora, hogy úgy mondjam, méltán nagy hírnek örvend. És észre se vesszük, hogy vannak Pió atyáink. Észre sem vesszük. Felnyitják a koporsót, és akkor készül a fénykép, és az ember megdöbben. Egy öreg ember alszik. Körülbelül ennyit lehet érzékelni. A legkisebb jele nincsen a bomlási folyamatnak, a szemhéja, úgy az alsó és a felső, valamelyik személy nem egész, még a szem fehérjét is lehet látni. Semmiféle bomlás nem indul föl. És emlékezzünk, hogy mi volt az ő végakarata, hogy addig a testét nem hozhatják haza. És valakik nagyegyházi körön belül elintézték, hogy ennek az embernek a végakarata ne teljesüljön. Mert még itt állomásoztak a megnevezett csapatok, amikor az ő testét hazahozták. Egy évet kellett volna várni, vagy pár hónapot. Na, ilyen világban élünk. És hát itt a romlatlan test azért jó a példa, mert tetten érhető. Tehát szó nincs romantikáról, déli bábról. Egyébként is, akinek nem volt életében ilyen szép élmény, azt mondja, eleve a szó is ilyen románcosan undorító, hogy romantika. De az ilyen fejtegetéseket így ilyen romantikus. Na de egy ember, akinek nem volt ilyen élménye, az hogy fog meghalni? Mintha citromot szopogatna a szájába.
Na most erre mondja Szent Erzsébet nem egy alkalommal, hogy olyanok, olyan az arcuk, hogy még a jóisten is megijedt tőlük. Hát azért az öröm nem azért van, hogy alábecsüljük, boldogokról van szó. Hogy lehet boldoggá avatni azt, aki egész életében boldogtalan? Tehát már a megnevezésben ellentmondás van. És ma egy szentet elképzelnek, jön a nagy boldogtalan. Füles a mici mackóból. Mert ő tudja. Na, az Isten ellen van. Ma bemegyünk egy templomba, hát azért lehet ezt elmondani, mert volt egy Csontvári út tavasszal, libanoni cédrusokhoz és Baalbekbe, és hát néhány helyre még eljutottunk, többek között Damaszkuszba, Zomajad mecsetbe. Na most az iszlám egyik legszentebb helye, belépünk, ott van egy hatalmas nagy udvar, ott már lábbelit le kell venni, és van három gyönyörű szép minaret. És a legmagasabbról elmondja az ottani vezetőnk, aki egyetemi tanár rangba volt, ott valamilyen validnak hívták, hogy az a legmagasabb torony, az Jézus Krisztus nevét viseli. Mert Jézus majd visszajön megítélni a bűnös emberiséget, és azért építették ilyen magasra, hogyha száll alá, akkor minél hamarabb földközelbe tudjon kerülni. Nem keresztény vallás, iszlám. Bemegyünk a templomba, egy hatalmas ókori szentélyről van szó, akkora, mint egy ilyen sportpálya. Tehát ezek óriási, ilyen csarnok templomok. Tehát tényleg hatalmas. És valahol ott a belsejébe, középtájon van egy ilyen kis zöld kis kápolna, üvegkápolna. És ebbe őrzik keresztelő Szent János fejét. És az ember megdöbben. Megdöbben valamin. Hát keresztelő Szent János készítette elő Jézus érkezését. Ezek meg kint Jézus érkezését várják. Bent az templomban keresztelő Szent János feje. Milyen vallás ez? A gyerekek ellepik a templomot, akkora volt a zaj, mint hogyha valami zsibvásáron lennénk, de nem nyomasztó volt, hanem az ember lelke elkezdett szárnyalni. Képzeljük el, amikor látunk gyerekeket ilyen magasságba, a lába nem éri a földet, valahonnan repül valahova. És mondjuk, ha túl keményen csapódik be, akkor megjelenik valaki, egy vékony vessző, addig nem lehet látni ilyen embert, és így suhint egyet a fenekére. Na akkor csönd lesz. A gyerek nem kezd el sírni, nem szalad apjához, anyjához, sőt, ha az apja ott van, kihúzza magát, és bólint. Na ugye, fiam, most már legalább megtanulod azt, amit meg kell tanulni. Ugyanakkor pedig sarkokba visszavonult emberek, férfiak és asszonyok elmélkednek, imádkoznak. És rá kell döbbenni valamire. A mai kereszténység a mai. Tehát ezt jeleznem kell. Már nem azon a szinten mozog, amit vallásnak lehet nevezni. Ez már nem vallás. Ez szociálisan érzékeny, internacionalista banda. És már szociálisan sem érzékeny. Na ezt kár, hogy ilyen csúnyán mondtam, a bandériumból származik a banda, és akkor mindenki megnyugodhat. Az más kérdés, hogy aztán bandériumból hogy jutunk el a bandához. De azért mégiscsak, hát egy vallás ott kezdődik, ahol az Istent megszólítják. Ahol papok betegeket gyógyítanak, halottakat feltámasztanak, ördögöket űznek. Hát ma egy papnak ilyet mondunk, kitér a hitiből. Hát ilyen, hogy? És szegény mai papok akkora adminisztratív terhelés alatt vannak, hogy lelkük jó képességei nem is tudnak felszabadulni. Na igen ám, de mi itt a tanulság? Ha elmegyünk vasárnap templomba, már lehet látni az arcokon. Mennek a templomba. Viszik a gyereket, a gyerek kacagna, maradjál csöndbe, és állítom, lehet, hogy túlzás, amit mondok, teremtő tudja, hogy vasárnap mise. Már pénteken mondja, mi se leszünk ott. Az egészen biztos. Az egész biztos. Szent Erzsébet olyan képet vágnak, hogy az Isten is megijed az arcuktól. És emlékezzünk Jézusra, engedjétek hozzám a gyerekeket.
Tehát ha nem tud az Isten tisztelet közösségi élménnyé válni, csak bemennek, bemagolják a napi menüt, mert az valamire szükséges, tehát azért ezek komolyabb dolgok. Na, természetesen most nem akarok én itt akadékoskodni, csak bizonyos dolgokat szerettem volna jelezni, visszatérve magához a romlatlan testhez, tehát a legnagyobb csoda mégiscsak abban mutatkozik meg, hogy nem bomlik föl, megmarad évszázadok dacára, és azért nem csak példaként szokott mondjuk teremtő visszaigazolni, hogy romlást ne lásson a mi szentünk, hanem ilyen esetben, mint a szentek rendjénél, élni lehet a gyanúperrel, hogy ezek egyszerre fognak még egyben megjelenni és fölkelni, és akkor lehet valami megdöbbenni. Hát a holló a vezérlő madaruk. Na de Mátyásnak, a Hunyadiaknak holló a vezérlő madaruk. A hollóról pedig tudni kell, hogy nem is annyira az idevaló életnek a madara, mint az odavaló életnek a madara. Hát itt a Pilisben röpködnek a hollók. Hát amikor a templom készült, vagy amikor valaki elmegy itt ezen a csillagösvényen, olyan nincs, hogy egy-két holló vagy egy holló csapat ne jelenjen meg. A holló az nagyon kíváncsi, nagyon szereti az embert, nem károg, legfeljebb kurrog. Tehát az egészen máskat, a varjú szokott károgni, de az égtelenül. A holló beszélget. A holló olyan intelligensen tudja a saját hangszínén belül mondani a magáét, majd egyszer figyeljünk oda. És ami benne csodálatos, és itt most egy történetet megint el kell mondani, ez tény, ez egy kísérlet volt. Egy ekkora terembe, egy ekkora asztalra, vagy egy nagyobbra letettek kalitkákat, minden kalitkában volt egy-két rabmadár. Ott volt a holló is kalitkán belül. Nos, mire voltak kíváncsiak? Azt tudták, hogy a hollótól fúj a szél, tehát az egészen biztos, mert a holló gyakorlatilag a csőrével, ha határon belül, de egy határon belül bármilyen zárat föl tud nyitni. Tehát addig ügyeskedik, amíg ki nem nyitja. Na most az ablakot viszont nyitva hagyták, és várták, hogy mi fog történni, persze elvonultak. Természetesen a holló volt az, aki neki esett az egyik lehetséges helyen a kalitka ajtónak. És addig ügyeskedett, még az ajtó ki nem nyílt. Na és itt jött a meglepetés. Mert ők arra gondoltak, nyilván fogadás, melyik madár szabadul előbb, melyik az, amelyik soha nem tud megboldogulni ezzel a jelenséggel. És persze a holló szabadult először, de nem repült ki az ablakon, hanem szépen sorra minden rabmadár kalitkáját megnyitotta, és ők az utolsó madár is hús kirepült, kicsit körbenézett, itt is voltunk, szervusztok, és ő is elrepült. Na most ez azt jelenti, hogy itt tulajdonságok fogalmazódnak meg. Tehát az, hogy egy pálosrend miért választ hollót, persze Tébai Remete Szent Pál históriájában megvan, de így nyugodtan Főnix is hozhatná meg, meg Fácán is hozhatná, meg Galamb is hozhatná Tébai Remete Szent Pálnak a kenyeret, meg Mátyás madár is lehetne a pálosok címe, bármi. Miért pont holló? Azért, mert a tulajdonságai, hát a régi ember azért füvek, fák, madarak, állatok beszédét, természet szavát értette. Tehát bizonyos madarakról, növényekről megvolt a maga jól kialakított világképe. Tehát lehetett tudni, hogy a holló az mit jelent. Na most a holló az fekete, ha megszólal, akkor nem mondjuk egy ilyen színpadra való pacsirta jut az embernek az eszébe, tehát olyan eléggé markáns hangja van, és kicsit olyan reszelős, olyan rekettes és minden más irányba elmozdítható, és ugyanakkor pedig az egész jelenségéből, ahogy repül például. Hát akár magasan repül, akár alacsonyan. És mondjuk az ember nem néz föl. Lehet tudni, hogy holló repült el felettünk.
egészen máshogy hajtja fel a levegőt, olyan suhogást támad, ami ha alacsonyan repül, az érthető. De nagyon magasan van, és mégis lehet ezt a halló-holló, ezt a hallomást, ezt a hallás útján való hanghatást a levegőben pontosan lehet érzékelni. És nem akarom tovább feszíteni a dolgot, de egy biztos, a holló inkább a halálmadara, mint az életé. Hát eleve hangalaki úton holló, halál, halló, hál, hűl, hát ebbe a kategóriába tartozik. De hogy lehet a halálmadara az életrendjének szolgálója? Hát úgy, hogy a holló nem úgy lesz a halálmadara, hogy ott marad, hanem úgy, hogy ahogy József Attila mondaná, hideg űrön holló repül át. Hallod egy csont a csöndet, összekoccannak a molekulák. Tehát a holló tud átmenni a legsivárabb sötét éjszakán is. Tehát a halál feketeségén, a halál sötétségén, most mitikus szinten tájékozódunk, a holló repül át, és ne felejtsük el, Jézus azt mondja, hogy az én testem bizony étel, és ezen belül viszont kenyérré változik át. És ez a holló, a pálos rend hollója mit tart a csőrébe? Kenyeret. Kenyeret. Na most ez a kenyér nem nehéz kitalálni, ez a romlatlan testnek az áloga. Ez maga a romlatlan testnek az áloga. Népmeséinkben pedig élet és halál küzdelmet, a hős viaskodik a sárkánnyal, ki fogja eldönteni. Egyenlő esélyük van, eldöntetlen a küzdelem, de ugye erőviszonyokat egy 24 fejű sárkánnyal, egy egyfejű hős, hát azért gondoljuk végig. És elrepül fölöttük egy holló. És a sárkány is megszólítja a hollót, és a mesehős is megszólítja. És a holló attól függ, hogy lángalakba küzdenek-e, mert valamikor lángalakban küzdenek, ezerféle változatát ismerjük, érdekes módon soha nem a sárkányt segíti, hanem leejt a csőréből mondjuk egy vízcseppet, ez vagy mondjuk a sárkány tüzét oltja ki, vagy az ifjú gyereknek, a hősnek az erejét gyarapítja. Magyarul ez azt jelenti, élet és halál helyzetben, amikor válságos a helyzet, megjelenik a holló. Tehát lehet tudni, hogy valami véget ér, jön egy síralomvölgy a történelmünkbe, és a síralomvölgyön át sólyom nem fog vezetni. Síralomvölgyön keresztül holló fog vezetni. Nota bene, a sólyom melyik madár fészkébe szeret előszeretettel költeni? Holló, holló, ébredezzünk. Tehát hogy lehetséges az, hogy a Turul nemzetség királyi sólymát egyszer csak folytatja egy hunyadiak hollója. És folytatja mondjuk már a alapkulás idejében, 1250 tájékán, már a Turul nemzetség végjátékának idejében, már a sólyom irányában röppen fel a pilisből a holló. Tehát pontosan lehet tudni, hogy mi az üzenet. Élet-halál helyzet lesz, gyerekek, de egy biztos, ez a holló, ez csodát fog tud tenni. Csak hinni és bízni kell az ügyben. És végül jön az utolsó, hát ezzel a pállal most az apostolival nem foglalkozom, Magyar Királyság, Apostol Királyság, Szent Koronával megkoronázott Magyar Király, Apostol Király és a Magyar Szent Korona felső emeletén, teremtőt ábrázoló zománcké balján itt a felső emeleten, egy Sanctus Paulus nevezetű apostol található. Na most ezért és másért sem tudom én például osztani azt a véleményt, hogy ez a bizonyos Saul, ez csak színlelte a megtérés. Óra forduló Pál, nagyon fontos jelenségről van szó. Belép az ember a törvény korából a kegyelem korába. És ennek mi a lényege? Az, hogy van kegyelem. Na most a feltámadott Jézus, mivel kiesett egy apostol, feltámad még az egész ügy előtt, aki elárulja őt, Júdás. Helyébe megválasztják az apostolok Mátyást, és ugyanakkor pedig a damaszkuszi országúton poroszkálva, fehér ló hátán, na most érdekes módon az egyházművészetben, ami Saulunk vagy Pálunk alatt soha nem tevét látunk. Nem szamarat, nem összfért, hanem fehér lovat. Hogy kirakta alá, én ezt nem tudom.
Én ezt nem tudom, de Ószövetségben fehér lóval lovagolni, azt gondolom tudjuk. Az maga a bálványimádás. Hát majd nézzük meg azt a zsidó uralkodót, aki lovaiba istálott, vagy istálóiba lovakat tartott. Már fellázad az ortodox papság. Gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Van egy, vagy, tehát Izrael, Júdea, két részre szakad a királyság, északon van 10 törzs, délen van 2 törzs, bármelyiket nézzük, egy biztos az ortodox papság, ha azt érzékeli, hogy a zsidó király az istállóban lovat kötött. E akkora botrány csapnak, vajon miért? Mert a ló többet jelent, mint hátas állat. Nem tudom, hogy miért jelent többet, de abban a pillanatban az istállóban megjelenik a fehér ló, attól félnek, hogy megváltozott a vallás. Most ezért nem mindegy az, hogy Pál alatt mi van. Fehér ló van. És mi jártunk Damaszkuszban, jeleztem, ott voltunk Szent Pál kapujába, azt egy templomnak alakították el, és vannak festmények. Nem tudnám a történetet, azt hiszem, hogy egy fehér lófia történetet ábrázolnak. Van átlós irányából egy ilyen fényzuhatag, tehát átló irányából jön, az átló az egy nagyon misztikus irány, egyetlen egy állatövi jegy szerveződik átlóra. Az az állatövi jegy tendencia jele szerveződik átlóra, amely állatövi jegy mögött lévő csillagkép, tehát a nyilas, mint állatövi jegy és csillagkép, most mint csillagkép, pontosan a tejút központja felé mutat. Tehát ha mi nyári éjszakán kimegyünk a szabadba, és látjuk, hogy a tejút így fölöttünk végig zuhog, akkor lehet látni egy olyan csillagképet, amilyen nagyon szép magasságban van, de nem a zeniten, nem is lent, hanem gyakorlatilag pont ebbe az átló irányába látok. És tényleg, hát a csillagképek legritkább esetben emlékeztetnek arra az állatalakra, amelyeknek nevét viselik. Például felnézek és keresem a Kos csillagképet, abból déloszi mély búvár, és mondjuk szürrealista művész sem tud mondjuk Kost föltestesíteni. Hát ezeket azért tudni kell. Itt viszont egy olyan jelenséggel állunk szembe, és van egy-két ilyen csillagkép, az oroszlán, mint csillagkép, tényleg úgy köré lehet testesíteni egy fekvő oroszlánt, ez kétségtelen tény. Na de a rák, mint csillagkép, hogyan tudok egy rákot köré alakítani, vagy a halak köré, mint csillagkép köré, mint halakat. Na most a nyilast könnyű megtalálni, mert a tejút zuhatagnak a túloldalán van, és olyan a csillagkép, hogyha a gyerekkorunkban emlékezünk ezekre a gyermekhintalovakra. Ha rájár már az embernek a szeme, akkor felfedezi azt a formát. Nem véletlen az, hogy keleten nem nyilasnak, Sagittariusnak nevezik, hanem lónak hívják. Lónak. Nos, ez is jelzi, hogy ha van lovas nép, akkor ő az energiákat honnan fogja kapni. Most Pap Gábor nyomdokán megyünk tovább. Honnan fogja kapni az energiát? Hát nem egy csillagból, nem a napból, hanem a tejút központjából, magjából. Nem tehet róla, mert mögötte van. Hát erre mondja József Attila, Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. Hát gyakorlatilag, ha magyar világra születik, vagy Kárpát-medencébe születik valaki, aki nem akarja magyar sem kikotorni ebből a medencéből, az kapja telibe ezeket a tejút energiákat. Már Ptolemaiosz leírja, hogy a Kárpát-medence, mint földrajzi, ő nem így hívja, hanem Pannónia. Pannónia nyilas csillagkép besugárzása alatt áll. Most ez azt jelenti, hogy közvetlen kapcsolat a tejút erőkkel. Hát maga a táltos, ha betoppan valahova, érdekes módon úton jön, megérkezik valóban, mi az első? Nem báránysültet kér, hanem tejet. Milyen úton jön akkor? Tejúton. Milyen erőkből táplálkozik? A tejút erejéből. És a tej gyönyörű jelenséget hozám életre. Hát ez nem csak tejet jelent, ez maga a teljesség is innen indul. Tehát megjelenik a teljesség és tápláló erőként. Gondoljuk végig, hogy a tejbe sűrítményszerűen, anyatejbe mi minden van benne.
Te hiába etettem a ma született gyereket, mondjuk, csirkepörköltel. Hogy a papi szereti, hát edd meg te is. Próbálja ki valaki. Tehát amikor elindul egy zsenge élet, annak egyetlen egy erőforrása van, az a tej. Tápláló erő. És hogyha ilyen típusú a megnevezés, akkor lehet tudni, hogy a földi életet is földről nézve, szegről végre azért tejút energiák táplálják. Nem csak nap, nem csak bolygórendszer, nem csak csillagképek, hanem az egész tejútrendszer, mert a tejútrendszer karjában vagyunk. És ennek a fehérsége viszont kinek a tejben jelenik meg? Ez fehér ám a tej. Itt vagyunk a pálos rendnél. Tehát megint oda jutottunk, csak egy egészen más típusú úton. Na most visszatérve tényleg ide a látvány élményig, elmegyünk Damaszkuszba, ott van ez a bizonyos Szent Pál kapu, ahol vélik, hogy valahol a környéken történt vele ez a fordulat, megfestik. Fehér ló visszanéz a lóról leesett pálunkra, mert ő lent a földről nézi és nem tehet róla, és átló irányába az égből jön egy fényzuhatag, és a fehér lovon megy keresztül. Na, földről nézve átló irányába a lovon keresztül én mit látok? A tejút központot. Én nem azt mondom, hogy aki festette, tudta, csak egy biztos, ösztönösen ráérzett valamire, és ösztönösen nem tevét rakott a mi palink alá. Nem szamarat, nem összvért. Tehát ezek azok a dolgok, amik sajnos, ezeket a dolgokat, hogy na hát az nem úgy volt, mert beépített ügynök volt, beépítették innen, beépítették onnan, ismerjük a tanmesét, mert kiváló volt a szerző, aki megfogalmazta. De ez tényleg nagyon lényeges dolog, hogy először lóra kerülök, fel kell emelkedni, én még fejben még tisztázatlan lehetek, de ha már felemelkedtem, már lovon vagyok. És azért mélyenben még inkább tiszta, mint rossz. Egy biztos, minden ember ilyenkor megkapja a hívást. És erre azt mondani, hogy ez nem történt meg, hát azért ne írjuk felül a dolgokat. Egy biztos, a rosszat jóra fordítja. Na most ennek a pálnak ez a tanulsága. Ha valaki beteg és meggyógyul, mi történt benne? Szabályos pálfordulat. Valaki rossz úton jár, ez a mai világban általában fiatal korba garantált. Egyszerűen tévelyegnek az ifjúság nemzedékei. Nem tehetnek róla, öregek nem nyújtják ki a kezüket. Vagy nincs akkora érték abba a kinyújtott kézbe onnan nézve, amit egy fiatal őszintén el tud fogadni. Miért? Mert látja, hogy tele van megalkuvással. Tele van. És úgy alakítják ki az életet, hogy az ember nagyon nehezen tud tisztességesen megöregedni. És egy fiatal megérzi a szagot. Szagról érzi a tisztességtelenséget. És neki nem kell. Viszont egy fiatalnak, ha egy megőszült, bölcs öreg egyszer komolyan a szeme közé néz, és mond egy mondatot. Más a vető, más az arató, ezt ne felejtsük el. A gyerek lehet, hogy gúnyosan vigyorog, rácsapja az ajtót. De eltelik pár év, egy élethelyzet szövődik körülötte, és az a mondat lesz neki a menedék. Ezért ezt a pillanatot öreg ember soha ne szalassza el. Ne abból induljon ki, hogy nem fogja az unoka őt körbe tapsolni, hanem abból induljon ki, hogy kötelessége, de komolyan, egy mondatba, mert a dagályosságtól irtózik, egy mondatba a lényeget összefoglalni. És higgyük el, hogy ezt megérzi a gyerek. Lehet, hogy akkor röhög, de a lelkében a mag már tökéletesen ott van. És végül van a harmadik pál, és hát így jutunk el, és lehet látni, ezek egységet alkotnak. Tehát egységet alkotnak. Mert Thébai Remete Szent Pálból és Apostol Pálból tulajdonságokat ki lehet ragozni. Az egyik a régi múlt őrzője, királyi szinten, Thébai Remete Szent Pál, király sírok völgyében remetéskedik. A másik elindul, botorkál az életében, de nincsenek körülötte olyan mesterek, akikre hallgatnak, maga az Úr hívja el.
kap az élettől egy pofont. És ez jóra forduló. Tehát ez a rosszat jóra tudja fordítani. A nemzet életében ez kulcsfontosságú szerepű. És ne felejtsük el, itt van fent a koronán a Paulus, a Pál. Itt van fent. Ez azt jelenti, hogy nagyon közel van valamihez. És ha a korona tetejéről elindulunk, a teremtő forrásvidékéről, ez Pap Gábor járta végig ezt az utat, ha mondjuk itt egy hónaprendet is föl tudunk állítani, mert minden szentnek, apostolnak megvan a maga hónapján belül a maga időpontja. Tehát gondoljunk arra, Szent Jakab, ez nem csak Szent Jakabot jelenti, hanem Szent Jakab havát is jelenti, vagyis az oroszlán havát. Szent András, nem csak Szent András, hanem Szent András hava. Szent Mihály, ez nem csak egy arkangyal, most vagyunk a végén Szent Mihály havának. Na most itt a koronán megjelennek ezek a szentek, apostolok és angyalok. De ez a titokzatos fényerő, ami áramlik a koronába, ez Pállal indul, januárral indul. Jóra forduló pár, január 25-e. Tehát néha a hibákból elképesztő dolgokat lehet ám tanulni. Hát sokkal jobb valamit, és ezt nem egy kiváló mester megfogalmazta, középkor óta vannak adataink, hogy néha sokkal jobb úgy nyomon követni utat, hogy látom, hogy ki hol botlott. Mert rengeteg a tanulság, mint az, hogy valaki megmondja nekem abba a pillanatban a végeredményt. Nem lesz belőle lelki tapasztalat és tanulság. És végül jön a harmadik, és hát nem nehéz kitalálni, hazajöttünk, van egy szerzetes rend, ezek a mássalangzók jelennek meg a nevébe, ez maga a pálos rend, és maga a pilis, pilisi pálos rend. Tehát Pilisben van a pálos rendnek a bölcsője, és akkor gyorsan a tébai remete Szent Pál, Török József figyelmeztet, nem remete a pálos rend, de mégis ott van a remete. Miért? Mert egy hermetikus belső út, akár közösségbe élünk, akár nem, ez a belső út, és a nagyon nagy múlt őrzése. Nagyon nagy múlt. Ne felejtsük el, őskereszténység idejében a régi egyiptomi nagymúltba megy vissza remetéskedni. Tehát a tanulság. A pálság általában egy nép múltjába fészkeli bele magát jó értelembe. Utána jön az apostolnak a kérdésköre és a fordulat kérdésköre, hogy ez a legnagyobb reménység, hogy bármilyen rossz úton járok, és kivel nem fordul elő, nem a törvény korában élünk. Egy napig nem élne már az emberiség, ha most a törvény korában élnénk. Miért? Gyors példa, nagyon szépen utána jártak, már a 90-es évek közepén elvégeztek egy számítógépes kísérletet, Egyesült Államokból indult ki, Tókiótól Budapesten, Párizstól, Oxfordon keresztül minden egyetemet fölkértek, hogy arra hivatott tudósok modellezzenek egy világ vége helyzetet, mondván, ha ilyen ütemben folyik környezetünk kíméletlen szennyezése, pusztítása, mikorra várható egy összeomlás. Nem fogjuk elhinni. Teljesen egybehangzó eredményként mi jött ki. Ennek már rég meg kellett volna történnie. Magyarul mi kegyelemből élünk. Kegyelemből. És nem 2012 fogja eldönteni, ez megint, hanem elképesztő, mi is maja proféciák. Hát ezek bitang jó dolgok. Csak egy baj van. Ha a majákról mi valamit meg akarunk tudni, érdekes módon semmit nem tudunk meg. A német szakirodalom tengernyi, nem férne be ebbe a könyvbe maja csillagászatról. Egy másik termet kéne nyitni, mondjuk maja művészetről. Látott-e valaki mondjuk majákról, magyar nyelven, mindenkihez eljutó jó kiállású művet? Ilyen nincsen. És érdekes módon akár Mezopotámia, akár Mexikó, akár Belső Ázsia, ha megjelenik egy könyv, 100 éve ugyanazzal a képanyaggal jelenik meg. Ez mit jelent? Valaki gondoskodik arról, hogy mi ne tájékozódhassunk. Hát azért nem nehéz kitalálni. Egy kultúra magáról nem egy albumnyi képanyagot hagy maga után.
egy hely van a Földön, ahol gondosan ügyelnek, akárki a szerző, csak olyan képek jelenjenek meg, ami már eddig is ismert. Maximum egy-két jelentéktelen újdonság még megjelenhet. Maja nyelvet alig fejtették meg, maja időszámítási kódot alig fejtették meg sehogy, tehát 2012 maja proféciák. És megyek az utcán, és mit látok? Dobják utána. Felszállok jegy nélkül a buszra, azt mondja az ellenőr, se baj, örülünk, hogy találkoztunk, itt egy maja proféciák, olvassa el. Már ez nem fordult elő, nehogy arra gondoljunk. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy ami úgy a csapból is tényleg árad. Azért vegyünk észre valamit, hogy hirtelen megismertetnek bennünk valamivel. Én el tudom hinni, hogy ez egy szabadkönyves időpont. És a mai dolgok, ahogy fenyegetik a világot, lehet látni, hogy készítenek elő valamit. Semmiféle válság nincsen, azon kívül, hogy üzletemberek ugyanúgy bűnöznek ma, mint ahogy tegnap. Ez egy összeesküvés, nem lehet mást mondani. Hát gondolkozzunk már végig dolgokat. Persze, hogy már régóta nincs fedezete bizonyos dolgoknak, én azt elhiszem, félreértés ne essék, mert nagyot lehet bukni, de egy biztos, ezt mesterségesen gerjesztik. Mert annyi bajt okoztak a világba, hogy amikor már az emberiség kezd eszmélni, hogy na hát azért Irakban miért kell háború, Afganisztánban miért kell, amikor már kezd valami megint összerázódni, akkor megint kirobbantanak egy válságot. Hogy nehogy az emberiség saját sorsát kezébe tudja venni. Aztán 5 perc múlva egy közgazdász vagy egy bankszakértő megmagyaráz, de ez igen úgy van, de tessék mondani. Hát azért, na, nem akarok én itt már nyílt színű vitákba belemenni. Tehát jön ez a bizonyos harmadik Pál, ugyanis itt szép dolgokat találunk, de a pálos rend küldetésén ezt a magyarság szolgálatát, a magyar néppel való egylényegűséget tébaiból nem lehet kigazdálkodni. Jóra fordulóból sem. Tehát mi az alapja, most patetikusan kell kijelenteni, mi az alapja a magyar pálos rend működésének, a magyar haza szeretete. Ennél pontosabban nem lehet megfogalmazni. És akkor látja az ember, hogy hát igen, hát az ország szívében születik meg a pálos rend. Akkor, amikor a Turul nemzetség, Attila király nemzetsége férfiágon földi lét forgatagát egy ideig elhagyja. Tehát, minthogyha egy örökséget majd királyi szinten egy szerzetes rend vinne tovább, aki majd a leányágról származó királyokat természetesen nemzeti értékekkel erősíti. Nos, arra már sokan fölfigyeltek, hogy ez a pilisi terület egyébként nem kell hozzá sokész. Hát valaki elővesz egy domborzati térképet, és én emlékszem ifjú ember koromra, amikor egyszer-kétszer előfordult az, hogy na hova menjünk kirándulni, Pilis. Hát nem volt olyan gyerek, aki ne hördült volna fel, hogy ez olyan, mint egy szív. Lehet látni. Ez nem szív csakra ilyen szempontból. A Dalai Láma Dalaiba azt szövegelte, hogy itt van a föld szív csakrája. De ha Dalai Láma Dalai elapadnak, és véletlenül azt mondja, hogy ő soha ilyet nem mondott, akkor mindenki harakirit fog elkövetni. Tehát megint ez a... Mert ő azt mondta, akkor biztos, hogy igaz. Ezt felejtsük el, ezt a gondolkozási módot. Ez csak azt jelenti, hogy ő is felismerte, ha valóban úgy volt. Egy biztos, jó lenne most már szóra bírni. Még nagyon régen, 90-es évek végén, egyszer valami tévé csatorna fölhívott telefonon, hogy igaz-e az, hogy a Pilisben van a föld szív csakrája, és igaz-e az, hogy a Dalai Láma ezt mondta. Na most annyira izgalmas volt a dolog, hogy az ember majdnem régre ment. Szerencsére jött egy jó gondolat. Ja, hogy be kéne jönni egy stúdióba, és akkor itt erről vitatkozgatni. Jó, majd bemegyünk a stúdióba, és majd vitatkozgatunk, ez megint olyan dolog, hogy ez nem vita téma. Vagy tény valami, vagy nem tény valami. Nem vita fogja eldönteni. És véletlenül azt találta mondani az ember, hogy hát, riporter úr, vagy szerkesztő úr, más arra sem emlékszem, hogy férfi vagy nő volt az illető.
Hát lehet tudni, hogy hol van a dalai lámának a hivatala, Svájcban. Tessék felhívni, minden szerkesztő, riporter álma ilyen kérdésbe, nyilván nem személyes látogatás, élő, hogy úgymond telefoninterjú a dalai lámával. Inkább nem lett adás. Tehát amit 5 perc alatt el lehetett volna, inkább ne, inkább ne. Tehát ez nem attól földszív csakrája, mert a dalai láma oda szokott menni, ha egyáltalán szokott. Hanem attól, hogy középkori oklevelek, és nem is ettől egyébként, de már így nevezik ezt a területet, hogy országunk szíve, országunk belseje, országunk közepe. Holott a Kárpát-medencéhez viszonyítva ez nem középpont. Szarvas az igen, lehet mértani központ. Ez inkább az aranymetszés arányai szerinti elhelyezkedését. Egy sokkal finomabb arány szerint helyezi el a pilista Kárpát-medence a testén belül. És hogyha ez a forma maga a Kárpát-medence bennünket nem emlékeztet valamire, akkor akár emlékeztet, akár nem sokára be fogjuk fejezni. Hát, hogyha ezt folytatom így, és ezt így visszahúzom, hova jutunk el? Hát ez egy koponya oldalról. Ez egy emberi koponya, ez egy koponya modell. És ezért nem mindegy, hogy a Kárpát-medencével a benne lévő népek tudnak-e valamit kezdeni. Mert nagyon sokan azt hiszik tőlünk északra, és én tiszta szívből sajnálom őket, hogy most nekik áll a zászló. Nem nekik áll a zászló, hanem valakik a Kárpát-medencét egészében akarják. De ahhoz, hogy a Kárpát-medencét egészében megkapják, a benne lévő népeket össze kell ugrasztani. És ma mi, holnap pedig ők. És szóljunk nekik, lassabban a testtel. Nagyon keserű tanúságokon fognak keresztül menni, csak már nem lesz kivel összefogniuk. És ugyanezt el lehet mondani, ezen a területen ugyanezt el lehet mondani, itt is, és mindenhol. Hát az emberiség ivóvízkészlete hol van? Itt van bent a Kárpát-medencébe. Legjobb minőségű aranybányák hol vannak? Itt van bent a Kárpát-medencébe. Minden, ami az élethez szükséges emberi címszó alatt Kárpát-medencében megvan, és mindenhol a hegyek ölelik körbe. Magyarul egy időjárási front sem úgy hat itt, mint ahogy Kárpát-medencén kívül. Ennyire védett, egységes, zárt, önfenntartó terület a földnevezetű bolygón nincs. És ezt a bent élők miért nem tudják? Miért nem gondolják végig? Hogy gondolja itt északon az, hogy azt a területet nem fogja valaki privatizálni? Hogy gondolja? Hát itt már lehet látni, kanadai kézben vannak az aranybányák, Verespatak. Na, mi jártunk Kanadába egy meghívásra, hát az úgy kanadai, nem akarom én ragozni. De Kanadába jár, úgy lehetett, rá lehetett döbbenni, hogy úr, ja, kanadai, jó rendben, akkor most már tudom. De nem kell ezt ragozni. Tehát a Földnek, most ne ijedjünk meg a megnevezéstől, itt van az agya. Mert ez egy koponya csontozat, ez a kéreg, ez a felület. Na de ami benne van, könyörgöm, az érhálózat, a folyók. Hát már réges-rég a párhuzamot meg lehetett volna állítani. Áll a földrajzi szinten a Kárpát-medence működése, és mondjuk embertan szintjén az agynak a működése. Hát eleve itt van egy ilyen fajta sajátosság. Most ha a szívet már kinagyítottam, tehát így jön a Duna, így és így. Mit rajzoltam abba a pillanatba? Hát ez a bizonyos yin-yang képlet. Abba a pillanatban megjelenik. Hát itt ős erők működnek. Nem tudom, hogy ismerjük ezt a yin-yang képletet. Akkor így rajzolom. Hát már a folyó is kialakítja. És nagyon szépen tüneményes módon hozza magával. Akkor jövünk szépen tovább, és kiderül, hogy a régi királyi központ, most kinagyítom viszont, egy szívformát emlékeztet. És az a cirkusz, ami újabban megmutatkozik, hogy dobogó kő a földszív csakrája.
Na most figyelmeztetni szeretnék, nem dobogó kőnek van szívalakja. Tudom, hogy nehéz fölfogni, leginkább ilyen csakramániás, meg ilyen rózsaszín. Persze máshonnan ennél rózsaszínebb úgy sincs, amit én mondok most. De egy biztos, hogy dobogókő fölülről nézve nem szívalakú. A pilis egészen szívalakú. És ezt miért kell hangsúlyozni? Mert naponta lehet dobogókön sétáló atyafiakkal találkozni, akik könyörögnek, hogy mutassam meg, mondjuk, vagy valaki mutassa meg, hol van az a kő, amelyik dobog. Hol van a szívcsakra? Na most itt valakiknek óriási a felelőtlenségük, óriási. Mert nagyon jó üzlet egy kőhöz elvinni valakiket, nagy üzembe, és mutatni, hogy na itt van, itt van. És ha holnap valaki ezt a követ zsebre teszi, akkor az üzletnek vége? Vagy vége a föld szívcsakrájának? Tehát az egész rendszer szívalakú, és a legbelső magja viszont a szív tömör működését hozza felszínre. Mi jellemző a szívre? Az, hogy dobog és lüktet. Hogy fogják hívni? Dobogó kő. És nem az egyik pontja, nem a másik pontja, hanem az egész. Az egész. És ha valakinek kell, hogy ott dobogjon neki a kő, akkor jó, nyugodjan meg, neked ott dobog. Pitiáner kistílű embernek elég egy akkora terület is, de még lehet belőle nagyvonalú, és majd az egészet át fogod látni. Na most senkit nem akarok megbántani, félreértés ne essék, mert az ember annyira szeret konkretizálni dolgokat, de annyira, de ilyen helyzetben nem lehetünk kistílűek. Tehát döbbenjünk rá a nagyságrendre. Hát a föld szíve nem egy ekkora kavicsba fog dobogni. Föld szívcsakrája. Ez az egész az. És kiderül, hogy Pilis a neve. A pálos rend indítja újra a szívműködést, és felmerül az, hogy hogy alakult a pálos rend. Most viharos gyorsasággal végigmondom. Hát Özséphez, Esztergomba bejárnak azok az emberek, akik a Pilis barlangjait fölkutatják. Pilis belsejét, barlangjait. Na itt jön be a kosárhistória. Miért? Mert én barlangon belül leeresztek valakit, és az beleül valamibe, még ma is ezt az alkalmatosságot barlangászok hogy nevezik? Kosárnak. Hát aki már járt barlangba, pontosan tudja, valamikor 50-100 méteres ilyen meredek szakadékok vannak barlangon belül. Tehát kötélen kell leereszteni, aki odavaló. És lehet érzékelni, hogy IV. Béla király uralkodásának első felében valamit nagyon keresnek. Valamit nagyon. Igen ám, de ez egy szívformára emlékeztet. Ráadásul a Pilis, mint név, nem ide vonatkozik a belsőre, hanem ide a felsőre. Pilises papok, ez mit jelent? Tonzúrás papok. Fejtetőnek a neve, korona csakra a neve, Pilis. Na most ez a Pilisnek a titka. Nevében a korona csakrára mutat, formájában a szívcsakrára. Most ez azt jelenti, hogy a belseje, PBVF mással hangzó kategórián belül járunk, ugyanazok a hangok hozzák elő az értékeket. A Pilis szabályos hanggal, aki megfelelője a belső. Hol vagyunk? A szívben. Pilis szabályos hangtani megfelelője a felső. A magánhangzók változnak, mással hangzók stabilak, és a mással hangzók kategóriájukon belül változnak, hogy érthető, miről van szó. Valentin vagy Bálint. Ugyanaz a név, de a latin Valentinnak mondja a magyar Bálintnak. Mi? Mert PBVF. Hány ilyen nevünk van? Tehát vannak törvényes változások. És akkor látja az ember, hogy most már lelki téren vagy szellemi téren mi a Pilisnek a titka. Egyszerre a belsőt, és nem mindegy, hogy itt bent mi van. Lefelé szakadék vagy felfelé emelkedő. És egyszerre a felsőt. Tehát itt nem csak a föld szívcsakrája van, ébredezzünk, hanem fejtető csakrája is. Ezért kikerülhetetlen a Pilis. És hogyha belerajzolom az egyik völgyet, ez a szentléleki, belerajzolom a másikat, ez a szentkereszti,
Szent Lászlói, és belerajzoljuk a harmadikat. Kicsit csúnya módon. Ez a Szent Kereszti Völgy. Mi a valószínűsége annak, hogy egy zárt szív alakú területen belül a három nagyvölgy egymáshoz viszonyított helyzete gyakorlatilag absztrakt módon egy emberi arculatot rajzol ki? Hát nem Nazca fennsíkra kell menni, hanem rá kell döbbenni, hogy hol élünk. És a hol élünkön belül, hol van a legszűkebb értelemben, legtágabb értelemben működtetett erőközpontunk. És akkor látja az ember, hogy a pálosok először is a három nagy völgy szerinti névadással építenek kolostort. Pilisszentkereszti, Pilisszentléleki, Pilisszentlászlói. És hogyha eljutottunk a belsőhöz és a felsőhöz, most már nem ragozom tovább, mert teljes lesz a képzavar, kiderül, hogy az indulásnál barlangokat kutatnak. Na most gondoljuk végig, királyi központ belsejébe vagyunk. Itt Szántó gyakorlatilag egy középkori város fölött van. Hát Szőnyi József ennek a legnagyobb tudója, és tetten lehet érni itt is az utcán egy-két házzal lejjebb az ásatát. Bemegy az ember, és mit lát? Egy hat emeletes torony tetején sétálgat. Tehát alattunk a múltunk. A mai Esztergom 10 méteres törmelékre épült rá, gondoljuk meg. Az csak a törmelék réteg. És a középkori Esztergom a 10 méteres törmelék réteg alatt van. Na most a Pilisről már elmondtam. Régészeti szempontból a legzsúfoltabb területek egyike a Kárpát-medencén belül. Ez azt jelenti, hogy ha építenek egy templomot, a templomnak van altemploma. Tehát lefelé is építkeznek. Úgy ismerik a belsejét a Pilisnek, főleg a Mészkőhegyes oldalon, mint a tenyerüket. Tehát miért kell kutatni? Mert valaminek eljött az ideje. És nem valamit kell megkeresni, hanem valakit kell megtalálni. Miért? Mert eljött az emberiség végideje. És ha eljön a vég, nekem hova kell visszamennem? A kezdethez kell visszamennem. Tehát ők, ha a Pilisből indul a pálosrend, ők egy nagyon régi, titokzatos szellemi erő, mélyben lévő szellemi erő ősforrásához nyomoznak vissza. És akkor döbben meg az ember a következőkön. Az, hogy a Pilis nem csak valamit jelent, nem csak egy kozmikus mindenségen belül egy ember és Isten szabású világot tár fel, persze, hanem amennyire egyetemes, annyira személyesít valami. Tehát valakit keresünk. És akkor azt is lehet látni, hogy ez a pálos rend, ez a Pilis, ez valakinek a neve. Na most kinek a neve? És itt találjuk meg az egésznek az eredőjét és forrását, ugyanis a szkíta népek őstörténeti múltja az ókorban viszonylag tűrhetően dokumentált. A magyart mindig szkítának tekintették. Na most szicíliai Diodorosz írja a következőket. Utána lehet olvasni. Hogyan születik a szkíta világ? Hogyan születik a szkíta nép, hogyan születik Belső-Ázsiában és Közép-Európában. Hát úgy, hogy Szkűtésznek, vagyis a szkítának, más névvált, vagy más változatokban Nimródnak van két Daliás szép fia. Mi csak azt a változatot ismerjük, ahol a Daliás fiak egyike hunor, másik a magyar. Viszont az ókorban tudják úgy is a történetet, hogy az egyik fiút hívták úgy, hogy Naposz, melyik égi testhez jutottunk el, hát a görög osz végződésre gondoljunk. Ez maga a nap. Másik Pálosz. Hát ez a péli-páli fény, ez pedig a holdat fogja adott esetben inkább megidézni. De ezzel most tényleg ne törődjünk. Tehát van egy testvérpár. Naposz és hát ezzel már mindent elmondtam, Pálosz, vagyis hunor és magyar. És Szkűtész, vagyis Nimród, egyik fiának adja az egyik szkítiát, másik fiának adja a másik szkítiát. Fele királyság, mint a népmeségben.
És mi történik? Hát az egyik Szkítia Ázsia szívében van, belsejében, ez a Tarim medence, Körösi Csoma Sándor oda készült, csak a halála megakadályozta. A másik Európa kellős közepén van, a Kárpát medence. Na most melyik fiú kaphatta vajon a Kárpát medencét? Hogyha a királyi központ, ami egy emberi szívre emlékeztet, ősidők óta a Pilis nevet viseli. Hát valószínűleg Páloszunk. És itt már tényleg itt vagyunk a Pálos úton, a mondai őstörténetünknél, és akkor döbben meg megint csak az ember valamin. Hát ha ilyen a Kárpát-medence.